Szeretettel üdvözlök mindenkit a Fallout 4 következő epizódjában, ahol is a Vault 95-be fogunk bemenni, bár a balkarom egy kicsit le van szakadva itt a Power Armorban. Mondjuk igazából Caitlyn után nem panaszkodhatunk talán, mert neki semmilyen nincs. Na jó, menjünk már is! A 95-ös menedékhely felfedezését kezdjük meg, és kúráljuk ki ezt a kedves lányt minden narkófüggőségéből. Úgy néz ki, hogy a belső tér, ugye itt, ahol a zsilip van, egy lifthez vezet, úgyhogy rögtön aktiváljuk és megyünk is le erre a helyre. Kíváncsian várom, hogy mi a fene lesz ide bent. Szegény meg fog fázni. Hát most már mindegy, mert most már rendesen megázott, meg leült ott a hideg kőre. Érted, ott a betonon ücsörgött, a pocsolyákban, ilyenek. Ó, most meg beszpónolt ide. Nem nézünk a fenekére, ugye senki nem a fenekét bámulja. Mindenki nagyon rendes és nem néz oda. És véletlenül sem világítod meg, nem. Na, mehetünk. Ó, itt száloptikát lehet gyűjteni, az tök jó. Szeretem ezeket a lézeres drótakadályokat, mert nagyon-nagyon értékes. Te az Glendai, mi a helyzet, hogy vagy? Tesla tekercs, fúziós szella volt benne. Ú, itt jól be van csapdázva minden, szerintem itt alaposan. Aha. Alhékoznak itt ezen a helyen, lopakodunk közben. Te, miért nem tudok lőni? Most már működik. Mr. Merész tüzér! Ezeket átprogramozták? Ja, az volt a baja, már rájöttem, hogy ez legendás volt, plusz egy erő és kitartás az erősítő harci páncél Melvértből. Ez amúgy nem rossz, hogyha statokat nyom fel neked. Elvesszük, de viselni egyőre nem fogjuk. Éjjelátó fokozottan zavarosított plazma ágyú. Ajjajjajjajjaj. Ez amúgy lehet, hogy nem is egy rossz fegyver, nem? Ezt lehet el kéne vinni. Mondjuk, hogyha 6,7 kg, akkor meg aztán pláne elvihetném. Lehet, hogyha... Várjál, van nekem plazma fegyverem? Nézzük már meg. Szoktunk olyanokat használni, mert ha nem, akkor ez egy újabb fegyó lehetne, amit beillesztünk ide. Aha, hát rakettát, azt meg lehet, hogy át kéne adni a társunknak. Nem, lehet, hogy nem is használunk plazma fegyvert. És ezt mikor raktam ki? Hát azóta egy csomó plazma lőszerünk van. Akkor ezt elveszem, aztán kipróbáljuk, hogy mit tud. De van tépve szegény? Kicsodáról beszélsz? A hasókaros puskánk, azt még mindig hordozzuk magunkkal, de még mindig nincs értelme, hogy hordozzuk magunkkal, ugye? Abba abszolút nincs még töltény, mert állítólag DLC fegyver. Ez lesz a 730 plazma lövedékes. Kipróbáljuk, hogy mit tud csinálni. Hol is, azt a mindenit! Nyomjuk bele! Nagyon kapja! Nem is rossz eddig! Azt hittem, hogy rosszabb lesz, de egészen jól sikerült megoldani. És ez a csávó, ez így teljesen megsemmisült. Nukleáris hulladék lett belőle mindössze. Meg egy kis sütemény. Caitlyn, miért ülsz itt a... Már megint nézd meg... Meg lehetne stimpackolni, de szerintem nincs értelme. És hogyha így ránézel a legendás tüzérre, és azt mondod, hogy... Akkor... Azokat lőjük ki, mielőtt gondot okoznának? Ti nem néztetek oda? Nagyon helyes. Hát amúgy tök jókat tudnék lőni, hogyha nem szarba lőném az összes lövedékemet, ugye? Caitlyn, felkelhetsz? Nem, már mindegy, már hagyd, már nem kell. Akkora kritet nyomtunk a fejébe, hogy átváltozott. Hát te helyedben eskü meghalnék, de tényleg áll a jó istennek. Álcázó bőr, jobb kar. Közelben megütnek, közelharcban, akkor 60 másodpercre kapsz egy álcázó mezőt. Elég érdekes egy cucc, de elviszem magammal. Jó, más nem kell. Tetszik ez a fegyver, amúgy nem rossz, hogyha a legendásokat tudja így írtani, akkor még biztos, hogy használni is tudom majd valahol. Ezeket a konzerveket inkább elveszem, mielőtt itt még tovább csörgetjük. Figyelj, látszólag amúgy egészen jól berendezkedtek, brutális védelmet állítottak ide fel.
Aha, és akkor erre felé elmehetnénk. Szerintem ezt bezárjuk egyelőre. Arra menjünk, ami... Azt hittem, hogy enem ide nem, azok bábuk, amik ott vannak. Arra menjünk, amerre mehetünk a belső térben, fedezünk fel mindent, és utána ágazzunk el az ajtók felé. Gondolom, hogy ez is egy ilyen Komplett. Azt a büdös mindenit. Állítsd le magad azonnal? Jézusom! Ez, ennek annyira durva az asszaltronoknak a támadása. Lehet az önmegsemmisítés, viszlát. Kétünk, gyere! Szia Tamás Denke! Te is fordáltozol? Csak sorozatot nézed? Jó szórakozást hozzá, szerintem marha jó. Az úgy rendesen begyújtotta ott a környéket. Alumíniumot visszük haza, mert abból van minden fejlesztésünk kb. És lemehetünk most már, talán megnyugodott a környék. Ez onnan belülről szaladtam úgy kifelé, abból a sarokból. Három köri lapokat elhozzuk belőle, meg az alumínium 6 darabot. Ez a robot hogy lehet alumíniumból? Az alumíniumot meg lehet úgy keményíteni, hogy ellenálljon mindennek is? Ez a lenti rész, itt van egy Vault Dweller, egy igazi menedéklakó. Ezért tizedes. Aha, itt akkor kicsap az elektromosság, ezt le kéne állítanunk valamivel, ugye? De ők le sem szarják ezt? Mert ott heggeztik éppen a gépezetet. Az egy gyönyörű lövés. Ez egy gránát. Erre célzunk. Nagyon jó lövések peregtek. Így itt meg is tántorodott, ha jól láttam. Ne, várj! Kifele! Jézusom, milyen táp! Hogy lehetek ennyire erősek amúgy? Na és akkor ennek nem kéne közel menni? Mondom, kilőni nem tudod, meg kell ölelni a falat. És akkor eljuthatunk ide a lenti részre is. Még nem tudjuk, hogy ez miféle hely. Steampack az jól jön. Vodka és egyéb italok veszélyben vagyunk a gépezet által, vigyázni kell. Lehet, hogy nyomunk egy mentést, F5-mentést, ne halljunk meg. Elméletileg nem annyira para. Hát lehet, hogy csak a Power Armor okoz jó védelmet, bár a fene tudja, mivel hogy fémből van. Vajon szigetelt belülről? Ezek alumíniumok, ezek nagyon jól világítanak. Nem világít, csak ilyen fényes, tudod. Kedvelem ezt a játékot, mindig olyan jó, amikor VATS-ben megnézed, hogy mi van előtted, utána lopakodva lenyomsz egy 3,5-szeres headshot damage-et, meg ilyenek. Hát, hogy itt szarra nem mész vele. Szaladás! Jaj, két! Ezek a sugárnyalábok onnan felülről jönnek, ugye? Ha felszaladt volna? Felszaladt, persze. Nem látsz? Most én se bevallom. Most. Ez az, VATS-ben nagyon jót megyünk. Eljött volna ide? Nem, visszament oda? Hát itt nem lesz több lövöldözés sajna most. Szerintem felnyomta magára a healinget, nem? Biztos vagyok benne, hogy valamit használt. Eddig minden nagyszerű. Érdekes módon itt alul lehetett akkor keresztül menni. Aha, mert hogy itt haladó nyitást kell alkalmaznunk. Nem mentünk el még ott a főtéren mindenhová. A főcsarnokba vagy előtérben. De ide most bementünk, ezt tetszett Kate-nek szerencsénkre. Cigarettás, dobozó, kávés, tisztított víz. Francba! Itt van még. 43 XP-t ad egy ilyen vadállat. Még egészen jól állunk amúgy lövedékkel is. Akármi is kell ebbe.
Kettő steampack, mindig jó, szikszalag, ez is medál és szike. Elkezdtem nézni Fallout sorozatot, 76-ot is elkezdtem, jött a hype. Na, Pixel, teljesen át tudom érezni, engem is megtalált, és nagyon-nagyon élvezem most ennek a játéknak a folytatását. Mert ugye már jó régen megkezdtük, csak ugyanúgy csináljuk, mint a Skyrimben, amikor az ember így 70 óra után így besokal, vagy így elég lesz, akkor utána egy fél évre végig, vagy félreteszed, és akkor utána újra előveszed, és utána nagyon-nagyon nagy szórakozás nyújt. Meg amúgy is jó, hogy inkább egerezek, mert az egerezés nem vesz ki annyit a kezemből, mint a PS5 kontrollerezés, és most jól esik ezeknek a játékoknak a játszása inkább, amiket PC-n tudunk intézni. Amiatt is megy most inkább Darkest Dungeon, meg azt mondjuk amúgy is rohadt sokan szeretitek egyik ilyen signature játék a csatornánknak. Szerintem visszajöttünk az előtérbe. Mint hogyha itt lett volna az, hogy lemész. Aha, igen, lemész, és akkor ott van a kettő bábú. És innen jött ki az automatron, itt lehetett körbe menni, körbeértünk alul, de semmi információt nem lehetünk arra nézően, hogy mi történt itt, mi van ezen a helyen, mi a baj, mit csináltak, kik laktak itt, ez még valahol még el kell mennünk. Ez olyan nagyon nehéz terminál nyitás. Threatening. Nulla hasonlóság. Dismembered. Megtaláltuk. Ez nem is volt annyira nagyon nehéz. Csak annyi, hogy sok betű volt benne. Konzervek vannak szerte széllyel, minden szét van itt dobálva. Gondolom, hogy itt bent akkor most senki nem lesz, ugye? Mert hogy most nyitottuk ki az ajtót. Ihatnék egy kis vizet. Lehet, hogy itt nem is annyira. Ja, ez tök jó, mert ez csak iható víz, de nem fertőzött. Nem sugárfertőzött víz van a voltokban. Szerintem a belterek vizei így nyugodtan fogyaszthatók. Láttad a hádot, ahogy 3D-ben változott? Így egy kicsit fölé, vagy felé nyomult? Nem volt szar. Neki biztos, hogy az lehetett. Észlelték, hogy itt vagyunk. Annak valami bunkós botja van, de talán mindjárt megnyugszanak. Nem látnak át ezen az ablakon. Mi lehetett ez? Egy automatizált gépfegyver odafent. Amit nem találok innen el. Hárman vannak oda bent, lehet, hogy be kéne aknázni. Hát, mondjuk amíg a gépfegyver nem tizel, addig jók vagyunk, nem? Ez nem Caitlyn, aki mászkál. A többiek szerintem felettünk vannak. Caitlyn is mászkál, de mezitláb van. Aha, és akkor ide bent. Alerted státusz a kafetéria, várjál? Azaz? Nem? Ez az itt fölöttünk. Ez jó eddig. Két, ne menj be oda. Mit csinál? Mit csinál? Normális ez a csaj? Hát most erre mit lehet mondani? Két linára mit lehet mondani? Ezt miért csináltad? Jézusom! Azt a mindenségit, most én is lángolok? Igen, szerintem lángolunk, bár a ruhánk az lehet, hogy... De ez lefog valamennyit ebből. Miért van ezen a fegyveren ilyen látó? A hölgy hogy ilyen lengő... Hát... Nem az, hogy nem adok neki, ő adta oda a ruháit. És most ott... Próbálkozik a falba. Teljesen be van épülve. Meghalt egy, jól láttam? Lőszer jöhet. Oké, megvan mind a kettő. Hűha. Caitlyn mindjárt magához tér. Állítólag veszélyben vagyok, szerintem annyira nem. Van itt egy löveg valahol? Nem, egy besorozott tüzér van erre. Ő adta oda a ruháit, én nem kértem. Nem tehetek róla, hogy mesztelen. De amúgy jól áll neki. Szerintem abszolút, szerintetek nem. Hát a tegnap akkora erőpáncél... Igen, az a mai epizódban történt, hogy szétlövettem magán.
az erőpáncért, és akkor azt mondtam, hogy jó, ez olyan sok alumíniumba kerül ennek a megjavításról, hogy most megjavítom, de én leveszem róla, engem nem érdekel. Nem fogunk ezzel szívni, hogy állandóan alumíniumot kell lootolnom minden egyes helyről, ahova csak megyünk, és hogy érted, hogy csak azért, hogy a Companionnak, aki amúgy is lépten nyomon összeesi magát, annak legyen egy páncélzata, hogyha amúgy sem tesz hozzá semmit, várjál két, most jutott eszembe. Caitlyn, na, bocs. Oh, sure. Make me carry more of your junk. Azt mondja, szívesen hozzá a szemetet velünk. Én adtam neki egy lőszert, az hova lett? Felderítő erőteljes rohampuska, ez felszereli. Aha, és akkor amúgy megnézz csak. Mondtam én, hogy odaadtam a ruhát, csak nem akarta felvenni magára. Hát innentől kezdve most ráparancsoltam, hogy boldogok legyetek, mert tudom, senki nem szereti a csinos női testeket nézegetni. Úgyhogy inkább akkor nézzünk férfi seggeket, meg ilyenek. Szia Zsolesz! Te is a férfi seggek miatt jársz ide? Szigszalag, kávéscsésze. A kávéscsészében talán van kerámia, doboz cigi. Egész nyugodt a környék. Itt akkor írtás volt. Aha, ezeket megcsináltuk már. Pástétom, nukleáris hulladék. Innen talán mindent elvettünk, amit el lehetett. A lőszer, automatizált gépfegyverből jövő loot. A kafetériánál fordulunk, a classroom és a klinika van erre. Ugye? Te is. Jó van, egy véleményen vagyunk. Én tudtam, hogy benned bízhatok. De nem szoktál hülyeségeket sem mondani, szerintem mi valahol a távolságban, mint párhuzamos egyenesek találkozunk. Biztos vagyok ebben. Kösz szépen, hogy itt vagy. Te szoktál inni Nuka-Cola kvantumot, Zsolesz? Egész nyugodt itt mindenki, kivéve azokat odabent, mert mindjárt meghalnak. Arrohat minden itt. Jézusom, mert leszállt a feje. Állítólag van ott benne még valaki, aki észlelte, hogy jövök, vagy nem tudom. Get some, mondja. És azzal getel számot. Nagyon jó alumínium konzervek vannak, otthon nagyon nagy szükség lesz erre. Kopott rajztáblák és egyebek. Nem volt még hozzá szerencsém, szeretem kipróbálni az új ízeket. Na ugye, mondtam, hogy mi nagyon hasonlóan gondolkodunk. Én se próbáltam még soha. Plazma lőszer 24, de rendesek. Csodaragasztó, csavarkulcs. Nem adtuk át a szemetet Caitlynnek? Nem. Hát igazából minek? Hogyha nem adunk neki semmit, hanem én cipelgetem a cuccokat, akkor nem kell folyton szarakodni az ő inventory managementjével, ugye? Hanem elég csak a sajátommal. Kicsit kirázom a csuklómat, hogy ne fájjon a kezem. Egy mikroszkóp! A mentátokat elvehetjük. Az öltözőben találunk. Hát, ilyen nagy varázs... Nem dákesz. Mondjad, mi ez? Ez dildó? Mondjuk hasonlít. Van különbség? És akkor itt most ezen az ajtón a második szinten itt lett volna, aha, megtaláltuk, ahol mennünk kell. Forrasztó, ez igazi szerszámos készlet. Ti is mindig kulcsra zárjátok a szerszámos készletet otthon. Nice. Nagyon jó lootokat adnak ezek. Egy ilyen volt. Nagyon gazdag és nagyon... Nagyon frankó, hogyha kilútolásra került, talán ez lehetett itt a klinika valamikor, ugye? Sebészeti tálca, így ránézésre vagy acél, vagy alumíniumból van, de nagyon csillog. Ez egy mappa, ami nem kell, ez nem kell. Teljesen egyébként tisztára van az egész hely. Suvickolva, bár elég csúnyának néz ki, de úgy értem, hogy semmi olvasnivaló. Állítólag fél óra alatt, ez a töltött tojás, ez nem kellett volna. Mi volt ennek a neve? Yum-yum?
Ezt elhajítom, és inkább a védelmet növeljük meg a Yaogui bornákból. Nice, ott van egy Psycho. Itt haltak meg a narkósok az ágy mellé bújva. Hát Caitlyn, amúgy ha nem találjuk meg, hogy hogyan kellene téged helyre rázni ezen a helyen, lehet, hogy örökre narkós maradsz. Az ott egy alumínium izé? Nem. High voltage. Szaladjunk egy kicsit. Szerintem meg kell, hogy találjuk a módját, hogy rájöjjünk arra, hogy miféle kísérleteket intéztek ezen a helyen, és hogy hogyan gyógyítsuk ki a kedves hölgyet. Detoxikáló. Ez az. Vezérelhető ajtó irányítás. Zárva. Nyitás. Jelenleg ezek kórház? Igen. Dekórház. Critical hit. Júj. Júj. Nem volt túl szerencsés a fickó. Fejlesztett fókuszát, túlfűtött, olmosott, megerősített, olmozott, harci páncél, melvért, fókuszláb. Ez lesz az, igen, a clean room, a detoxikáló whisky is van. És oda kell őt befektetni? Igen, igen. Nem mondod. Ja, jó, éjféli altabban, csak effort ment, és azt hittem, hogy kifagyott a játék, mondom, mert ilyen még nem volt. Kupakok és lőszerek, éjjellátó harci mesterlövész, ilyen nem van otthon, ez tök jó kis fegyver, nem? Most akkor két mint kigyógyítjuk, ha minden jól megy. Túl vagyok terhelve. Igen, Caitlyn, tudom, na figyelj, egy kicsit adok neked ebből. Mi? What? Mi? Miért? Nem értem. Most vesztünk össze? Zsebtolvajlás? Lehet butaságot, ebből nem megy most. De, igen, pontosan. Nem tudom, végig kellene ezt csinálnom, mondja. Csak be kell menni. Tudom, hogy dühös leszel, amiért ezt mondom, és minden okot is meg lesz rá. Mi van, ha a Psycho tart engem össze? Mi van, ha kinyitom a szemem, és nem tetszik majd, amit látok? Voltak dolgok, amiért elnyomtam a fájdalmat, amikkel nem akartam szembesülni, amiket el akartam felejteni. Inkább vért köpök, mint hogy újra átéljem a múltat. Együtt szembeszállunk vele. A fájdalommal. De már eddig is sok mindent tettél, de azt ajánlod, hogy ennél is többet tennél még. Ki vagyok én, hogy ajándéklónak nézem a fogát, mondja. Le fogok ülni abba a székbe, hogyha készen állsz, menj és fordítsd el a kapcsolót. Aha, és hogyha megöl, akkor mi lesz? Várj kétre, hogy beszéljen a tiszta szobában lévő székbe. Kupak, lőszerek, azok jöhetnek. Ebből is jöhet minden. Mindjárt elfoglalja bent a helyét, és akkor nekünk csak gondolom, ó, már megint túl vagyok terhelve. Várjál, Caitlyn, miért beülnél? Mégis együttérző voltam. Hát, hogyha már ideig elhoztam, most már beleül, engem nem érdekel. Mármint egy kicsit furcsán hangzik ez, de higgyétek el, hogy ez egy én elfoglalt. Én is el vagyok foglalva, miért esek? Én is el vagyok foglalva, menjünk ki, nyomjuk meg a kapcsolót. Most bezárnak egy kicsit, jó Caitlyn? Maradj ott! Nem tudom, hogy hallja-e, hogy Power Armorban mit mondok, nem menjem. Méreganyag tisztítás megkezdése. Elindítva, kérem várjon. Oké. Okay. Szerintem jól van. Működnek a dugattyúk, nézd. Elég keményen szurozmányozzák, vagy szurományozzák? Üvölt a fájdalomtól. Én már nem hallom, hogy üvölt. Szerintem jól van. Még egyszer. Nem. Tisztítás nem elérhető. Ennyi? Beszélj Kate-tel.
Are you all right, Kate? Jó vagy, hogy érzed magad? How are you feeling? Strange. Különös, furcsán érzem magam. Really strange. Everything feels. Mindent máshogy érzek. Different. Minden tisztábbnak tűnik. Everything feels. Ugye vagy én is beülök mindjárt. Színek, hangok, szagok, semmi nem olyan, mint azelőtt. Nothing is like I remember. I can't believe it. El sem hiszem, hogy működött a sóvárgás, a fájdalom, a fenébe még a pörgés is teljesen eltűnt. Even the rush. They've disappeared. Was I really that far gone? Tényleg ennyire messzire jutottam. Aggódtunk. Mondtam. Örülök, hogy vége. Örülök, hogy vége van. Gondolom, nem te vagy az egyetlen. Az érzésem Tominak végig ez volt a fejében. A vén zsivány kibúgott a harci zónából, hogy meg tudjak tisztulni, és valahogy tudta, hogy te képes leszel erre a feladatra. Gondolom, látott valamit benned, amit én nem. Gondoskodok a barátaimról. Tudom. És soha nem fogom elfejteni, amit ma értem tettél. Az ajtót nézzük. Elém álltál, segítettél akkor, amikor mindenki más lelépett. Tudom, hogy pocsék vagyok a hálálkodásban, de ez a legjobb, amit belőlem kiszedhetsz. Mit gondolsz arra, hogy lelépjünk? Messze magunk, hogy mögött hagyjuk ezt a helyet. Teljesítettük a jó indulatú beavatkozást. Mindjárt még egy szintet fogunk lépni. Kaitlin, ne haragudj, annyi kacat van nálam. Muszáj, hogy átadjak neked mindent. 11 kiló acél. 14 kiló alumínium. Ú, nagyon sok alumíniumot hoztunk el, hála a jó istennek. Ez az. Ott nézd, hogy veszi el az ipari olajtartályt. Mikroszkópokat? Na, betelt. Nem baj, most 100 kiló hulladékot még elvihetek magammal. Jaj, Kaitlin, nagyon jó, hogy meggyógyultál. Újra képes leszel kúpaknákat használni. Kúpakna? Milyen rohadt perverz dolog ez. Egyébként nagyon jó fordítás lett a kúpakna. Ami kupakokat lövel szét, amikor felrobban. Uncsolni kell a csajnak? Nem. Meg kellett tisztítani, mert iszonyatosan narkós volt, és már semmilyen doktor nem tudta kigyógyítani ebből a függőségéből. Szóval az volt a quest. Azt mondta, hogy hallott egy ilyen voltról, a 95-ös kísérleti menedékhelyről, ahová annak idején az atomkatasztrófakor bezárták a narkósokat, és itt kísérletezgetett rajtuk a kormány. Vagy hát a voltek. De gondolom, hogy a kormánnyal karöltve. És hát most ezt láthattuk, hogy beültettük a gépbe, és tényleg kiderült, hogy meg lehet gyógyítani. Mostantól kezdve pedig nem fogja ellopkodni a narkót mindenhonnan. Remélhetőleg nem fog mindenhol betépni. Én szerintem nem fogja újra kezdeni, hogyha ennyire messzire mentünk. Mondjuk elég csúnya lenne, hogyha ezután folytatná, nem? Tehát ennyire messzire mentünk azért, hogy ő meggyógyulhasson, és utána most meg újra kezdi. Én szerintem kirúgdalnám a csapatból. Sőt, egy lopakodó damage-et vinnék be. Az, hogy lehet közben romantikus szálakat is kialakítani vele, az egy másik dolog. Látott rá esélyt, hogy meggyógyuljon. Hát... hogy mondjam? Ez egy legenda volt, érted? De kiderült, hogy igaz. Vigyünk haza kerámiát, étkező tálcákat, minden szart, üvegkancsót, azt nem. Ezeket felvesszük innen, mindent, amit látunk, és akkor otthon kipakoljuk. Na, egyébként nem volt ez rossz, nekem tetszett. Bár azt hittem, hogy egy kicsit többet megtudhatunk majd a helynek a múltjáról, de lehet, hogy van itt még egy helyiség, az Overseer-nek a privát helyiség és számítógép és mit tudom én, tudod, olyan dolgok, amiket elolvashatsz. Ígyunk egy kicsit ebből. Mostantól csak a Fatment lopkod, lelő vele, ha drogot használsz. Azt mondod, hogy nem szereti a drog használatot? Szerintem felmegyünk még ide, hát ha van valami, de talán már meg van tisztítva az egész. Jaj! Ez meg hogy került ide? Akkor tényleg van itt még valami. A mikroszkópok nagyon-nagyon értékesek, egy csomó minden van bennük, ami nekünk hasznos. Ezek szerint itt tényleg van még valami. Rontja a viszont köztetek, igen? Aha. És akkor mostantól nem fogja szeretni... Itt ültek, itt tanácskoztak. Mégis van itt egy PC. Mennyi kávés csésze, azt a... Mekkora rablás, amikor a munkahelyeden... Játékmaci.
munkahelyen összelopkodod az összes bögrét és mindent, és viszed őket haza a táskádon, és csörömpölsz kifelé az ajtón, de senki nem meri megkérdezni, hogy hallod, mit visz haza? Másnap meg nem tudnak miből kávét inni, csak az összetett két kezükbe. Laboratóriumi köpeny, saktábla, az fából van. Na nézzük az Overseer terminált. 95-ös menedék felvigyázó meghatározása. A 95-ös menedék felvigyázója egy választott egyén, aki levezényli a napi találkozókat és biztosítja, hogy a többi lakó betartja a Voltec rehabilitációs program szabályait. Ez nem egy hatalmi pozícióként értékelendő, hanem sokkal inkább egy szolgáltató és támogató szerep. A kihágásokat pozitív megerősítéssel és bátorítással kell kezelni. A 95-ös menedék lakói egy család, akik ugyanazon az úton járnak. A felvigyázó pozíciója nem akadályozhatja a lakók egyéni utazását. Minden év október 30-án választásokat tartunk, a lakókat arra buzdítjuk, hogy a döntésüket különböző kiosztott jutalompontokkal hozzák tudomásra, aminek az alapjait a program irányelvében fektettük le. Oké. Okay. Van itt egy jegyzet 2082-ből, a tárgyalás témája folytatólagos találkozók gyakorlati haszna. Michael szót ad a vágyainak, hogy a meetingek számát csökkentsük, úgy hiszi, hogy a drogfüggőség már nem probléma. Randall emlékezteti a csoportot, hogy a program iránti hűség a menedékbe költözés alapfeltétele volt. Patricia azon elmélkedik, hogy a Voltec létezik-e még egyáltalán. Randall emlékezteti a csoportot, hogy még mind függők vagyunk, és hogy a program nélkül egészségtelen szokásokat vehetünk fel. Egyetértek Randall állításaival, a problémáról szavazást tartunk, a program folytatásáról szóló szavazás névtelen. Szolgáltatói szárny ajtajának bezárása, kinyitása. Akkor túl sokat nem tudtunk meg erről az egészről. Évente itt van egy bilincs. Szóval, meg egy földgömb, azt is elviszem. Mindent elviszek. Mit csinálsz? Mit iszol? Még soha nem láttam NPC-t inni. Hol találtad azt a bögrét? És ha belehugyoztak a raiderek? Aj. Rossz szokásokat nem gyógyítottak ki, ugye? Csak a függőségét. Elméletileg megvagyunk akkor ezzel a helyjel. Itt van még talán lőszer. Aha. Díszes hajkefék, zománcvödrök. Hát ez csak az izgalmasabb része a játéknak, ugye a lootolás. Olajos kanna és fagyálló. Még szól is valahol egy rádió. Szerintem teljesen kitisztítottuk. A beépített ember holóját nem találtad meg? Van beépített ember? Ezt hol kellett volna megtalálnom? Kíváncsi lettem volna rá. Volt egy tüzér, aki nem is tüzér, hanem egy beépített ember volt. Volt egy olyan ember, de az nem a tüzérek között volt, ugye? Hanem akkor fent az Overseernél kellene lennie, ugye? Ha jól sejtem. Volt egy ember, aki nem tüzér. Nem narkós. De biztos, hogy voltak ezt cuccban nyomta a lakóvezetben. Igen, a lore-ra kíváncsi vagyok, azért is keresgéljük meg ezeket. Hát ez itt nem hiszem, hogy az, nem. Hát itt voltak a lakók, körbeültek, gondolom csoportos megbeszélésen vettek részt. A függőségeikkel illetőleg, de... Szia Dietrich Live! Lakó övezet, lehet, hogy lent van. Vagy itt inkább a raktár övezet van? Ez meg a reaktor. Ó, ez lesz az. Ez volt az, amit bezártam, és nem mentünk végig, és nézd. Még jó, hogy bejöttünk ide. Aha. Holy! Oké. Itt lógnak a gránátok. Azt a mindenit. És hogyha átlépsz, akkor azonnal leesik az összes, és mind rád robban. Wow. Csokor, gránát, rugók és repesz gránátok.
Jó, itt még nem jártunk, most fogunk itt járni. Örülök neki, hogy vagy 30 alumíniumot viszek haza, mert annyit el is használtunk, meg a karmat is helyre kell rántani, mert nincs túl jól. Jengles, a holdi majom. Szávasz, Jengles, nyomod. Pakos doboz. Jet. Most akkor tényleg, hogyha nyomok egy kis, nem tudom, jetet, hogy lassítsam az időt és durvább legyek a harcban, akkor be fog szólni Caitlyn. Sosem terhelődik túl a kari. De a játék egy harmada arról szól, hogy haza kell menni, ledobni mindent. Jó, látszólag tiszta. Páncél munkapad. Használt olajos kanna, szikszalagok. Olajos kannát mindig jó vinni. Az olaj az érték. Itt van bent egy személyi terminál. Ride, után volt az Ended, azt hiszem az volt parancsaid. Ezt nem fordították le. A te feladatod az, hogy győződj meg róla, hogy az itt lakók ne kóboroljanak el a Voltec rehabilitációs programból. Tehát ne térjenek le az útról. Kis Sádi, kösz szépen a követést, üdv. Szóval, hogy a kutatásban az nagyon fontos, hogy kövessék az itt előírtakat. Úgy fogsz viselkedni, mintha egy másik rezidens lennél. A háttér történeted és identitásod már az emlékezetedbe van vésve. Aha, együtt kell dolgoznod az Overseer-rel, akit megválasztanak. Aha, miközben a különleges objektív, tehát a különleges céljaidat ignorálni kell? 5 év múlva megváltozik a célod majd. Ki fogod nyitni a Hidden Storage-et. Aha, van egy titkos raktár, amit az a kiképzés során mutattunk. Hagyd, hogy a bennük lévő kemikáliákat felfedezzék az itt lakók. Amint felfedezték, alaposan dokumentálnod kell a közösség válaszát erre. Nem semmi észlelési napló. Bejegyzés. A mai nappal elértük az 5. naptári évet, azóta, hogy a 95-ös menedék lakói és én a menedékbe költöztünk, ez lesz az első bejegyzésem. A Voltec rehabilitációs program úgy tűnik minden itt lakónak segített, hogy megbirkózzanak az elvonási tünetekkel, és egy új életet kezdhessenek a menedék biztonságos légkörében. Nem mondhatnám, hogy az elvonási tünetek egyesek számára nem jelentettek kihívást. A feltevésünk azonban igaznak bizonyult, hogyha egyáltalán nincs más alternatíva, az egyén helyre tud jönni. Ma este kiosanok, miután már mindenki elaludt, és kinyitom az addiktív szerek készletét, amit rejtve tartottunk 5 éven keresztül. Úgy tűnik, az elszigetelődés jót tett az addiktív ingerek távoltartására. Lássuk, milyen hatással van egy ilyen inger a társadalmi rendre, amit az évek során létrehoztunk. Ennyi. Szóval utána kinyitotta, és utána meg kéne ismerni azt is, hogy mi is történt, ugye? Tehát van valahol egy holotép, amire rá kell hallgatni. Hát itt aztán bárhol lehet. Két, te vagy az? Kétet lövi. Aha, itt van egy 2 jet. Kávés kanna. Irodai ventilátor. Psycho. Mindenki újra azonnal narkós lett, mint a vadállat. Lőszer. Nem holó, ezzel a szöveggel kevertem, ennyi a sztori, többit ki lehet következtetni? Hát úgy tűnik, hogy eléggé rendesen. Elbúrjánzott a probléma, ugye? Nem rossz, az jó volt. Úgy meglepődött, hogy valaki kilőtte mellette az automatát. Illankörte. Legendás tüzér! Upszi! Probléma megoldó sugárpörölj! 50%-kal több damage a robotokkal szemben, értéke 900. Az nem szar. 900-as érték. És akkor nincs itt már? Azt mondod, holó? Jaj, ne! A rövid katonai péniszt, azt, bocsánat, azt vissza kell tenni. Rövid lézerpuska volt az, ugye? Az Enter tárol.
408x410, pedig ezeket még fel kell, hogy vegyem. Ajjajajajaj, rögtön túl vagyunk terheve. Két intben már nem fér bele más. Dobozos kutyakaja. Megették a kutyák kajáját. Hát egy narkunk sok volt. Rohadt minden itt neki. Mi volt ez? Valami be akart jönni alulról. Nézd, ott van egy kis fej. Olyan kis izé. Volt boy. De jó, nagy fegyverek. Véglegesen 25% kritikus damage-et kapnak a nehéz fegyvereid. Nagyon metal. Még jó, hogy átjöttünk ide. Kösz, hogy szóltál. Nem vettem volna észre, hogy mi van. Egyszer hallottam, hogy az igazi függők nem szoknak le, csak szünetet tartanak. Érdekes rezidens terminál. Kapja be a Voltek. Azt mondták, segítenek rajtunk. A menedék elvileg biztonságos egy hely, ahol a rehabilitáció minden csak nem elkerülhető. Lehet, hogy nagy részt vége a világnak, de nekünk elveszett lelkeknek ez egy új kezdet lett volna. Hálás voltam, hogy kaptunk egy esélyt az újrakezdésre. Mindazok voltunk, megvívtuk a magunk csatáját az elmúlt esztendőkben, de az idő, amit itt töltöttünk, igazi családdá kovácsolt bennünket. Mindannyian boldogok lettünk volna, hogyha itt tölthetjük életünk hátralévő részét. És most ez. Tudták, hogy mit csinálnak, nem is próbáltak segíteni nekünk, nem gondoltam volna, hogy újra látok majd drogokat. Miért látnék? És most itt vagyunk, elénk terítve egy egész emberéletre elegendő cuccal, mint hogy csak a helyi bolt kirakatában lenne, és itt volt egész idő alatt. Néhányan egyből megtörtek, fogták, amit csak tudtak, elfutottak, hogy beálljanak, hirtelen küzdelem támadt. Elbújtam, nem tudtam volna segíteni senkin. Még mindig lövéseket hallok, nem állok készen rá, hogy mindent feladjak, amit itt létrehoztunk. Azt hittem, hogy már túl vagyok a cuccon, azt gondoltam, hogy ha valahol újra látom, nem lesz már hatással rám, tévedtem. Az, hogy itt maradjak a zárt szobában, minden akaraterőmet felemészti. Nem bírom tovább, nincs értelme már józannak maradni, ugyanakkor a káosz ide lent, mint odafent, szükségem van valamire, hogy kibírjam. Nem törődök tovább a programmal, nem érdekel, nem és nem, egyszerűen nem. Kimegyek és a barátaimmal leszek, remélem maradt még valaki. Hát igen, elég kemény. Azon nyomban mindenki visszaszokott. Hát szerintem ez lehetett akkor a végső szoba, hogyha itt volt bent a Vault Boy. Jó volt a lore ezen a helyen, tetszik. Szeretem ezeket a játékban. Szerintem tök jó, ki vannak találva. És akkor most fognom kellene és el kellene dobnom néhány dolgot, amit nem fogok használni többé. Atomaknát biztos, a kupaknát azt igen. Molotovból 5 darabot. Még mindig kell valami. Repeszgránát, sugárpörölj, azt el kéne adni otthon. 900-as értékkel. Plusz egy erős kitartás. Súlya 11 kiló. De jó cucc lenne, hogyha eladnám. És hogyha használ... Nem, eldobom a dobozos kutyakaját. Most jók vagyunk? Aha, oké, király. Most nem szabad felvennem semmit. Fú, de rohadt nehéz. Rögtön megláttam a rágógumit ott a polcon. Igazi szarháziak gyülekezete volt a Voltek. Van egy pár igazán durva volt a játékban. Igen. Pont emiatt király ez a játék, hogy ilyen nagyon morbid sztorikat ismerhetsz meg. Hová zárták be túlélni ezeket az embereket? Psychót nem vehetem fel, ugye alumínium tartály és itt kell hagyni. Jet. Kettőt felveszel, már túl vagy terhelve. Jó. Én a kupakot itt nem hagyom. Én akkor sem hagyom itt a kupakot. Sőt, az alumínium tartályt sem fogom itt hagyni, hullámcsatos dobozt is elviszem. Játékpaci, irodai ventilátor. Eldobom azt a szart. Mit dobok el? Mit fogok eldobni? Mennyi kiló most? 10 kiló nyikot? Kacatot kellene elhajítani. Lézerrövicső. Azonnal. Lőszer elhajítása. Öngyilkosság. Minden kell. Persze, hogy minden kell. Hát, rengeteg narkót kell otthon megint kidobálni, úgy látom. Túl sok minden van nálunk. A tisztított vízből van 11 liter. Az 5 kiló. Mind eldobom. Eléggé szar dolog ezeket elhajítani. Vértasakból lehet csinálni a steampacket? Azt hiszem igen. X-szell, ami megtol mindent. Álcainasból 7 darab, az 7 kiló. De még mindig nehéz vagy. 3 kilónyi kutyakaki. A függőség rossz, igen. Probléma megoldó sugárpörölj. Elhajítása valóban probléma megoldó lenne. Éjjel látó harci mest, ez az enyém.
Zavarosított plazma pénis. Hát figyelj, a gyógyászatban szerintem eldobunk néhány, három darab álcainast. Egyet elhasználsz, mert vicces. Kettőt meg elhajítasz. Jó drága ez egyébként, de haladnunk is kell. Na és most kimegyünk és azonnal megyünk haza. Nem függő, csak loot goblin. Na jó, de hát a lootolás az ennek a játéknak az egyik legnagyobb öröme, nem? A WC-ben még nem jártam. De nem is lenne szabad, ki tudja, hogy mit találunk itt. Szétnarkózott, szájkóval szétnarkózott egyének meghaltak. Egy Medix, egy Stimpack. Buff out. Bezárkózott a WC-be. Szikszalag a francba. Itt is van egy ajtó. Ja, ez a női WC, ugye? Nem biztos. Merőkanál. Zománc vödör, doboz cigi. Ő úgy cigizett, hogy merőkanállal... Mi? Itt valami kirobbant. Ide már bejöttem, szerintem itt már írtottam, ugye? Körbe mindenki, aha. Jó, hát jó volt itt a sztori, tetszett, hogy végre megtaláltuk a lort is akkor hozzá. Viszont el kell, hogy hagyjuk ezt a területet, köszönöm szépen, nagyon jó volt. Víziós magá... ez egy haladó. Eldobott fegyvert fel lehet vetetni társakkal is, hogyha nem férne el nála, tényleg. Caitlyn mehetne harci pörölybe. Itt egy terminál. Ja, az automatizált védelem kibekapcsolása így zajlhatott volna. Gondolom, hogy csak mentátok vannak cigis dobozokkal, meg ilyenekkel. Oké. Az XP miatt megérte. Mehetünk el innen. Caitlyn meggyógyult. 95-ös menedék ezennel le van zárva. Szerintem marha jó kis sztori kerekedett ki belőle. Most viszont, hogy mi fog következni ezután, meg sem tudom mondani, de tele van az egész terület, tele van minden mindennel. Ezzel a megoldással végtelen helyed van. És azt miért nem mondtátok nekünk eddig? 73 vagy nem? Ma már belenyomtunk 3-on. 75 óra után tudom ezt meg. Egész normálisan nézel ki, Caitlyn. Valamit kérdezett, de nem válaszoltunk, ugye? Én mindig szeretném azt a beszélgetést, van rá időd? Mi jár a fejedben? Régóta gondolkozom erről. Próbálj velem maradni, nem könnyű ez számomra, és jól akarom csinálni. Hol is kezdjem? Tudtad, hogy 3 évig harcoltam a harci zónában? 3 évig püfölt mindenféle balek meg őrült. Előtte meg erőszakoltak, emlékszem. Amikor a meccsek véget értek, kiköptem a vért, bekötöztem a sebeket, benyomtam néhány pszájkót, hogy tovább tudjam csinálni. Szia, Soslon! Rohadtul utáltam. Utáltam a közönséget, a többi harcost, utáltam saját magam is. Soha nem értettem, miért is csinálom ezt az egészet, egészen mostanáig. Azért, mert egyedül voltam. Szerintem tudat alatt meg akartam halni. Azt akartam, hogy az egyik ellenfél kiverje belőlem az életet. Ez volt a könnyebbik kiút. Ez már régi lemez. Lép túl ezen. Tudom. Ez én hibám. Sose voltam jó az ilyen dolgokban. Az életem nem volt más, csak katasztrófák és hibák sorozata. Hallottad már a történeteim meg, hogy milyen árat fizettem. Volt idő, amikor a dolgok nagyon rosszul mentek, amikor azon kaptam magam, hogy a saját sörétesem csövébe bámulok. Nem tudom, miért nem lőttem. Gondolom azon imádkoztam, hogy találjak végre egy aprócska emberséget ebben az elcseszett világban. És akkor, amit tettél velem ott a 95-ös menedékben, mintha válasz lett volna azokra az imákra. Ez volt életem első alkalma, hogy teljesen mástól függtem, közben nem hagytak cserben. Ott elcseszem az egészet. engedd ki magadból. Semmi baj. Jó, muszáj lényegre térnem. Minél több időt töltünk együtt, annál jobban kezdem átérezni, hogy mit jelent ez nekem. Nem csak arról beszélek, hogy véded a hátsomat, vagy megosztunk némi piát, ennél többre gondolok. Mielőtt találkoztunk, soha nem nyíltam meg senkinek, nem érdekelt a dolog. Veled úgy érzem, megengedhetem azt, hogy lásd minden oldalam. Akár jó, akár rossz dologról van szó. Nem tudom visszacsinálni a találkozásunk előtti dolgokat, nem is akarom. De amit szeretnék, az az, hogy nézz a szemembe, mondd ki, hogy te is hasonlóan érzel. A románc meggyőzése nagyon nehéz.
Akarunk két románcot? Nem volt még a játékban ilyen. Gondolom, hogy nem volna hülyeség. De a meggyőzés képességünket most nagyon be kell, hogy vessük, úgyhogy nyomtam egy F5 mentést, mindjárt kiderül. Úgy láttam, hogy Kata 148 nagyon szeretné. Elemet szarral a füled? Jó, menjen. Természetesen. Szerelmes vagyok beléd, Kate. Sikertelen. Mi? Azt mondtad, hogy szerelmes vagy belém? Nem, én ezt nem tudom csinálni, nem vagyok kész rá, sajnálom. Elérted a legmagasabb viszonyi szintet Kate-tel, megkaptad a ravasz rohampörköt. Mi az a ravasz rohampörköt? Nem is tudtam, hogy ilyet lehet. Ravasz roham. És ezt valahol mutatja, vagy... Igen, kicsit olyan, mint hogy a Írországból jött volna. Hol lehet a ravasz rohampörk? Vagy ezt nem itt mutatja, hanem ilyen... gyógyán, várjál, állapotban képességek, pörkök. Ravasz roham. A két távol kapcsolatodnak hála akciópontjai gyorsabban regenerálódnak, az életet 25% alá esik. Az nem túl jó. Minden társad ad egy extra képességet. De most nem lett románc, visszatöltés. Ja, lepattintott. Románc. Of course I do. You... Sikertelen. You're what? románc. Of course I do. You... addig nyomkodjuk, amíg össze nem jön. Lehet, hogy be kellett volna nyomni valami meggyőzési képesség felerősítést. Of course I do. You... You're... Várj. Mindjárt összedobjuk azt a kockát, jó? Of course you... Lehet, hogy nem tudod meggyőzni, de az öreget hogy győztük meg, hogy csatlakozni újra a Brotherhood of Steelhez? Most, hogyha elmész odébb... Várjál. A statjaink szerint... Hogy állunk? Karizmánk 7-es. Van nálatok hanyas. Addiktól nem. Buffy-jet nem. Azt kellene, hogy a karizmára nyomjunk egy csomót. Szőlős ment át. Karizma 5. Ho-ho. Igen. Ez nem tetszett Kate-nek, nem baj? Hogy mi? Azt mondtad, hogy szerelmes vagy belém. Én nem tudom, vagyis érzem, hogy van köztünk valami, de valami másra gondoltam. Miért akarnál olyanba szerelmes lenni, mint én? Hát... különleges vagy nekem. Nem hiszem, hogy boldogabb lennék más valakivel. Tényleg így gondolod? Ez hát az első alkalom, hogy kiterítem a kártyámat, és nem fogok mindent elveszíteni. Nem tudhatod, hogy mennyire fontos ez nekem, hogy legyen valaki... Hogyan legyen valaki különleges az életemben? Ígérem neked, kihozom belőle a legtöbbet. Elérted a legjobb. Igen, köszönöm. És akkor mostantól őt le lehet passzolni? Hát egy kicsit kellett rátolni néhány szőlős mentátot, de most már jobban vagyunk egymással, azt hiszem. Hogyha olyan helyen alszol, hogy a közeledben van a... Mit mondott? A románcod? Ha most lefekszünk ide aludni, akkor most egy... Hey! Hello! Te mióta cigizel? Azt a mindenit! Na mindegy. Kapsz egy szerető ölelés pörköt? Jó. Összerománcoltuk magunkat. Ez alapján viszont akkor kellene, hogy egy másik companiont vigyünk magunkkal, gondolom, hogyha mindegyikből pörköt lehet kiszedni. Jelentsünk Reese lovagnak a Cambridge-i rendőrkapitányságon is közben. Bár lehet, hogy ő ad nekünk valami lootot, ami meg bajt fog jelenteni, mert nem fogjuk tudni ezt így vinni tovább, nem? Lehet, hogy előtte otthon le kellett volna pakolnunk. Mindenki elcseszett, miután felnő az ember rájön. Igaz. A kérdés, hogy az elcseszettséged mennyire kompatibilis mondjuk másokkal. Beszéljünk Preston Garveyval.
te Pipert ajánlottad volna. Az a baj, hogy vele bebugolt a küldetés, és mindig azt mondja, hogy beszélj veled, amikor oda mész, nem csinál semmit. Szóval szerintem ezt ki kell hagynunk ebből a végigjátszásból. Annyira metál ez a lény, ami itt van. Megbeszéltétek, nagyon kötődtek egymáshoz, és most lepattintod. Hát most helyezzük biztonságba, hát nem akarhatjuk, hogy a szeretünk végig menjen a poklon. Két, nézd csak! Azt mondja, acél. Nem veszünk el tőle mindent, hanem csak azokat, amiket haza kell hozni. Felderítő, erőteljes rohampuska például nála maradhat. Kalapács 2, az jöhet. Mesterlövész zavarosított lézerpuska, az is maradhat. De nem volt neked egy ruhád még ezen kívül? Ah, mindegy. Jó, 297, bepakoltunk mindent, most mennyi az alumíniumon vajon? Most rámennénk arra, hogy fejlesztés. Itt az idő kis szórakozásra, mire gondolsz? Régi Falloutokat játszottátok? Nem, még nem. De nagyon szeretném majd játszani. Szevasz Dalmon Cidre. Mindenképpen szeretném majd nyomatni. Csak a Skyrim-mal játszottunk tavaly, és utána volt egy olyan erős érzésem, hogy én még nem hagynám abba a Bethesda őrületet. És a Fallout 4 lett azonnal kiválasztva utána. Szállunk a Power Armorból. Vissza kell raknunk a kezét, ne felejtsük. Sőt, akkor nem is a fegyvereket kalibráljuk itt be, hanem akkor csak visszarakjuk a kezünket. Ja, le kéne pattintani, mert akkor valaki más jöhetne be a helyére. Mondjuk elvihetnénk Svent egy kicsit körbenézni, csak attól félek, hogy akkora damagéval bír, hogy nem lesz az annyira jó ötlet javítás. Alumínium 2 felszerel. Úgy lehetne, hogy módosítod, és akkor megnézheted, hogy mibe kerül? Na, azonnal hoztunk vagy 70 alumíniumot haza, az nagyon-nagyon jó. Jó, ez király, ez tetszik. Letörekszem, akarás, időm nem lenne ilyesmi játékokra. Hát, nem hiszem, hogy akarás, vagyis hogy öregség lenne. Inkább az, hogy akarsz-e ilyesmit játszani, vagy sem. Ezeket meg kell javítani, mert elég ramaty állapotban vannak. A testpáncél még jó. Sisak is még jó, oké. Másra most nem fogok költeni. Nekem ez úgy nézett ki. Elkezdtem a Starfield-et, közben végig azt éreztem, hogy inkább a Falloutot kellene feltelepíteni újra. Hát, megértem. De most maradj itt, két, jó? Hátrahatsz, a vesztedbe rohansz. Én? És csak itt van Sven, majd ő megvéd. Nyomod Sven, nézd milyen vadállat vagy, nézd az agyadat, induljunk. Az én hibám, mi? Egy kicsit hangos lesz most, két elküldése. A menedék dombokra, megerősíted Enter. Tehát ő akkor itt fog maradni. Mostantól Sven jön velünk, egy igazi harci gép, olyan metál fegyverei vannak, hallod, meghűlsz. Önnem ad perköt. Akkor inkább valaki Preston Garvey-t vegyem rá. Vele beszélnünk kell, elméletileg erre van valahol. Hol van? Mi? Bement ebbe a házba? Nem, ott van fent az öreg. Preston. Ja, hogy mindenképpen azt akartátok látni, ahogy sexelnek? Hát de hát az Twitch kompatibilis egyáltalán. Hát ezen a platformon soha senki nem látott még soft pornót. Garvey, ha letennéd ezt a szart egy kicsit esetleg. Preston Garvey! Kifüstöltem a gólokat. Örömmel hallom, anélkül is elég néz az életed, akint folyton a hátsó udvaron órálkodó gulokkal kell törődni. Ilyen igaz. Talán maga megtalálja, honnan jöttek a rohadékok és megállítja őket. Hogy érted? Ezt hogy értette? Jó szomszédságban van egy karakter, azt ajánlom. Oberland állomás, a zöld bőrűek telepeseivel is beszélni kell. Megállíthatatlanul nyomja felénk állandó jelleggel. Preston Garvey a következő küldetéseket. Itt vinni kell a vérmintákat majd. Ez itt a Kingsport világító torony. Azt hiszem, hogy itt fent... Várjál, tudod, hogy mi jutott eszembe? 75-ös menedék megtisztítva. Arra már nem is emlékszem, hogy ott mit találtunk benne. Mi volt ott a
sztori. Arra gondoltam, hogy elmegyünk jó szomszédságba. Ide. És itt leadunk egy küldit. Beszéljünk Hancockkal. Ja, ez mehetne. Leadtam mindent? Megjavítottunk mindent? Igen. Igen, mehetünk. Vajon a... Hogyha a Companion öli meg a zenemit, akkor megkapod belőle az XP-t. Milyen jó hasitasid van, nem? Sven, nem szarral gurítasz, komolyan mondom. Ő is csapattag lehet, neki nem jó a perkje annyira, aha. Beszéljünk Hancockkal, azt hiszem, hogy ahhoz megint be kell mennem egy ajtón. Hát talán a régi állami épületben. Engem érdekelne a Starfield nem 70 euróért. Elő kell fizetni a Game Pass-re, és akkor 4500 havonta. Én se fizetnék ki érte 70 euró, tiszta hülyeség. Itt lehet lopkodni, azt akarják mondani, hogy kívül van Hancock. Tehát nem is, nem, itt van. Oh, jeez, you're one of them Diamond City types. Hey, Hancock. Well, if it ain't Bobby's little... Nem csak Bobby kis öle be. Tessék a cuccom megvédésért, 200 kupak. Jó döntés volt így elintézni Bobbyt. Hát figyelj. Bocs, mindenért. Ez itt jó szomszédság, nincs neheztelés, mondja. Hadd mondjam el, csinos kis kalapom kezd nehézé válni, csak nem olyanná válok, valami zsarnokká. Összes időm azzal töltöttem, hogy olyanokat intéztem el, akikkel évekkel ezelőtt büszkén dolgoztam volna. Szia, daratos. Megint járnom kell a saját utam, megkapaszkodni abban, ami igazán számít, szabadon élni. Gyere velem! Tehát akkor itt Hancockot be tudod sorozni? Csak itt lelépetsz jó szomszédságban, nem te vagy a polgármester? Akkor is polgármester a polgármester, ha nem tartózkodik a városában. Rengeteg alkalommal mentem el. Becsületes maradok fel, nem engedem, hogy a hatalom a fejembe szálljon, nem erről szól ennek a helynek a vezetése. És hogyha azt mondom, hogy gyere velem... Hát... Azt mondod, hogy az ő pörkje az semmire nem való? That's right. Take it all in. Nem lenne jó ötlet elutasítani. Ne vagy a megfelelő bajkeverő. Hadd beszéljek kicsit közösség, először tájékoztatom őket. Oké. Most akkor elmegy beszélni velük? Beszéljen felőlem. Majd talán egyszer visszajövünk érte. Hogyha 250 radiation damage-ed van, akkor gyorsabban nyomod a kritikál hit generációt. Az baromság, ez hülyeség. Na most akkor ő elkezd beszélni, én meg úgy itt hagyom, mint macskát szarni. Jó ez. Jó lesz ez. Hát akkor erről ennyit. Azt hittem, hogy itt valami hosszabb küldetés lesz neki. Kocsmában van egy karakter, őt keresd meg. Accuracy headshotok a VATS-ben. Az tök jó. Meg kéne nézni, aha. És akkor neki is ki kell maxolnia. Hogyan lehet kimaxolni a viszonyokat? Itt balra volt egy fegyverárus emlékeim szerint valahol. Na azzal mindenképp beszélnünk kellene. Mert hogyha erre vagyunk, akkor ott szemben van, ugye? Meg kéne találni. A Memory Den az a kocsma, ugye, amiről beszélünk. De akkor hol van az itteni... Arra lehet, hogy kint ebben, ha... Nem, Melce, Hancock, hát szükségünk van rád. Ez az itt van, igen. De hova lett? Jaj, lehet, hogy most izé van, nem? Rakéták, lőszerek lopása. Mi történt? Azonnal megtudták, hogy lopakodás közben loptam. Cleo, hallod? Ez nem jó. Visszatöltünk. Régi Falloutok sokkal idegebb világot mutattak. Hát gondolom, hogy az idő múlik, ugye a playerek is változnak. Jaj, ne a románc a francba! Betöltés. Jó szomszédság. Régi állami... Aha, itt amikor kijöttünk. Remélem, hogy jó és nem a régi állami épületbe kell visszamenni. A románcnál volt az utolsó autómentés, oda tértünk éppen vissza, ugye?
Akkor most Hancock összegyűjti az embereit. És mivel összegyűjti az embereit, akkor nem vásároltunk. Pedig annál a vendornál ott olyan fegyverek voltak, amiket még nem is láttunk akkor, amikor legelőször erre jártunk. Úgyhogy ez biztos nem van olyan hülyeség. Lehet, hogy Cleo az, aki... Aha, szerintem Cleo a robot az, aki ezt a boltot üzemelteti. Azt mondja, hogy menjek el. Nem, nem hackkelem meg, nem. Ja, Istenem, meg kell hallgatni, míg befejezi. Minden nagy formátum kapcsolatnál néha el kell tölteni egy kis időt külön is, hogy emlékeztes magad arra, hogy ki is vagy valójában. Ezért megyek most el, még mindig a polgármesteretek vagyok, itt leszek, hogyha kellek idő. Itt az idő, hogy ne éljek továbbra olyan piszok, nem tudom, kényelmesen. Senki nem érdemli meg a hatalom, majd soká érezze magát kényelemben. Milyen igaz ez? Melyik a legjobb város nemzet közösségben? Hol élhet valaki szabadon bírálatok nélkül? Jó szomszédság van! A nép által a népért! Ne engedd, hogy bárki is elfelejtse. Hancock a társad lehet. Beszélj Hancockkal. Most akkor Cleo visszamegy. Aha. Nyomunk egy F5 mentést. Én nem akarok vele beszélni. Bár lehet, hogy ilyenkor... ekkor a Fatman van itt. Beszéljünk vele. Lehet, hogy ilyenkor ad még valami XP-t, én meg az XP-re mennék rá. Mi bajod van? Minden fegyver, amit itt látsz, jelenteti a különbséget élet és halál között. Oké. Okay. Üzletelés. Hát lőszert nem ártana bennem. Van egy csomó zsetonom. Buli indító emberek ellen ez a rakéta nagyot ver. Az 10 000-be kerül. Nem semmi damagék peregnek, nézd csak, ez a csillapító markolat haladó 44-es pisztoly. 105-ös lövéseket víz be. Erőpáncélkeret, nem köszönöm. Itt ott is elvihetni valaki rédeniük, hát vagy bárhová. Fúziós magok, gamma lőszerek. Katonai szövetszálak. Hát, mester, lövész, edzett, átütő. Akkor lehet, hogy itt nem találunk most semmit, mert ezeket otthon is meg tudtam ugye csinálni. Ha csak nem olyat találnánk, ami magasabb szintre van fejlesztve, mint ahogy én otthon meg tudtam azt csinálni, ugye? Plazma lőszer 145 darab. Pusztító, jobb lábszárvédő. Ilyenem már van. 10% közelharci damage-et visszaver a támadóra. Szakító, fűrész, gyorsasága nagyon gyors. Ez biztos tök metál fegyver. Az early game-ben. 8-as damage-el, és akkor csak úgy fűrészelt ketté az elemit, ez micsoda. Visszarúgás kompenzál, túlfűtött plazma vadállat. Hát nem találunk egyébként semmit. Mondjuk ez a maximalizált lézermesterlövész egész jó lehet. 105 damage, hatótáv 200, aha. Hát ja, de ki akar mesterlövész izét nyomni, lézerest? Nem találtunk semmit nála. Ali, és ha tudsz csinálni, el is tudsz adni is. Szia! De szereted a tudsz kekszeket? Azt mondja, hogy... A probléma megoldó sugárpörőjömet, azt eladom neki, igen, amit idáig hordoztam teljesen feleslegesen. Taktikai Teslát, én annyira nem szeretem, inkább el kéne adni ezt is, de semmit nem ér, látod, hiába fel van erősítve. Ruhák közül, álcázó, jobb kar, igen, ez kimehet. Utána meg majd szerintem veszünk még muníciót tőle. Erősítő harci páncél, melvért, ez is kimehet. Gyógyszerek közül, aha, hát például Jetből szerintem eladhatok neki egy 15 darabot nyugodtan. Buff outból, ó, menj már, 29-et, az 1495-nál a mínuszban, mentádból, medicsből, mindenből a lehető legtöbbet eladom. Mondjuk a psycho az nem szar. 4-et tartunk meg, a pástétomokból, szerintem mind bele, ja, hogy annak nincs értéke, akkor ne adjuk el. Mondjuk súlya az van, akkor eladjuk mégis, nulláért is. Radixekből, opp, ott nem tudom mit adtam most oda, most mi a francot adtam oda?
Valamit odaadtunk még, japán stétom, de mi, ez külön volt? Igen, mert ez valami más darab. Radixek. Ez 16 darab, Red Away-ből legalább egy 20 darabot eladunk. Rágógumi kimehet, sör kimehet. Vodka kimehet, álcainasból szerintem eladok 3-at neki. Ez már mínusz 3400 az ő részéről, ez nagyon-nagyon jó. Nuka Cola Quantum. Fú, végre lesz egy csomó helyünk. Miért pástétom amúgy vajon? Nem tudom. Én még soha nem ettem, tettél már? És most amennyi lőszer elfér, annyit mind meg is kellene, hogy vegyek, ugye? 308-asokat mindet. 38-as mindet. 44-est, 45-öst, 50-est, 10 mm-est. Hoppá, hoppá, már csak mínusz 813. 556-os, 480-ba ez az, 5 mm-esből 502 van nála, 1000 kupakba kerül. Hát de vegyük már meg. 502 darab lőszer, persze. Mit adhatok neki még el? Vannak ilyen ezüstlepel névjegykártya, fegyverek, töltények, 44 folyóirat darabja. Grognek, gyűjtögető jegyzet. Itt van annyi szarom, hogy nem igaz. Hullámcsatokból szerintem egy 100-at nyugodtan eladhatnék neki, de 150-et is talán. 120-at, így. Még mindig 463-at kell fizetnem. Takarító azonosító, ez is mehet. Luciától, gyűjtögető lista, gyűjtögető jegyzet. Ez az, a metró zsetonra mondtátok, hogy felesleges munkatárs üzenete. Ebből egy biztos kimet reteszek, szembot modell kell. Szupermutáns parancsok, technikai dokumentum kelleni fog, visszaváltott könyv zseton kell, zöld festék szerintem már nem kell. Vérminták az 550 zseton lesz majd nekem. Lőszert nem adok neki. Fegyver ekközül szerintem nem adok neki. 329-et csak kifizetek. Rengeteg muníciót vásároltam. Miért annak vannak fordítva? Nem tudom. Ezt Sunset Joy-tól kérdezd meg. Miért? Te mire fordítottad volna amúgy? Szerintem nagyjából ennyi. Jó. Kifizetünk neki háromszor. Oppá, valamit eladtam. Mit adtam el? Te jet alatt volt, ugye? A J betűnél. Ja, fenét adtam oda el neki. Jaj, ne! Valamire véletlenül rányomtam. Egy entert nyomtam pedig. Most vásároltam valamit? Nem tudom. Valamit visszavettem, ugye? Azt a mindenit. Mi lehetett az? Jaj, miért vissza? Az a lakófején? Vagy lakófén? Jó, az jöhet, nem bánom. 304-et kifizetek, mert... Rengeteg lőszert vásároltunk semmi pénzből. Hancock, gyere! Igen, készen állok. Csináljuk. Jó. Automatron elküldése a menedékdombokra megerősít enter. Így. Most Hancock eljön velünk, de nem kaptunk XP-t, akkor Automatron. Most induljunk, gyere velem. Derű sípolás, ez az. Jó, és Hancockot elküldjük a... Jó, kicseszünk vele, jó szomszédságba. Oda nem is lehet Ó, mi lenne, ha elmenne a Nordhagen partra? Persze, a világ másik oldalára. Kicsit elmész világot látni, jó? Hancock, fegyvered van? Anélkül ne menj. Na, szia! Így is kell. Skill magazinokat? A felvételkor persze, hát hogyha anélkül nem is lehet. A Memory Den-be kell bemennem? Vagy a... Melyiket mondtad? Iron Guard, várjál, visszanézem. A Third Rail. Itt mentél el mellette, ahol be kell menni? Ez a kocsma kell tehát. És akkor azt mondtátok, hogy itt van benn valaki, akivel ki kéne maxolni a viszonyokat. Charlie serves the drinks. I deal the drugs. Mindjárt megkeressük, hogy ki lehet az. Mac Greedy, azt mondod, így hívják?
Lady, I need to be a lot more high or a lot more drunk to be bothered right now. Hell of a load you're carrying. Better sell some of the easy because of the money. Sweet pip boy, sister. You hold on. Ez itt Magnólia. És éppen énekel. Lent és jobbra. Nem, itt nincs senki. Lopni lehetne, de nem akarok. Az előbb is balhéba keveredtünk, F5 mentés. Nem, szerintem elment valahová. Ez csak egy vándor. Lehet, hogy nincs is itt. Lehet, hogy nincs itt. De tök jó, hogy itt énekel. Ezt kedvelem. Nem, megnéztünk mindenkit, meg Greedy. Nem láttuk. Lent jobbra. Lehet, hogy itt fent van valahol. Lehet, hogy nincs itt ilyenkor, várni kell rá, hogy megjelenjen. A WC-ket is kinyitjuk hátra. Na hát, társaid véglegesen plusz 5 damage ellenállást, energia ellenállást kapnak. Na hát, ilyen van itt. És nem is szóltatok, amikor erre jártunk. Ez tök jó, hogyha egy kicsit jobban ellenállók a damage-el szemben. Szerintem Iron Guard minket átvert. Uti itt van. Hogy néz ki? Szembe áll a bárkúta, akkor jobbra néz. Mindenki annyit mond csak, hogy hey, hey, hey. Átadj, és akkor ide kijössz, és itt nincs semmi. De nincs itt, nincs itt, nem érti. Azt akarod mondani, hogy M betű, T betű, nem T betű. Hogy van a idő mulasztása? Már nem is emlékszem rá, hogy melyikkel kell az időt pergetni egy kicsit. Ó, itt le lehet jönni ide? Hát itt valamikor sínek voltak? Ó, nem is vettük észre még. Mindegy, ha nincs itt, akkor nincs itt, akkor nem kell. Lehet, hogy kint van. Néztem-e tovább a sorozatot? Aha. A negyedik részt is befejeztem már. Holnap megnézek még egy részt legalább belőle, vagy még lehet, hogy ma este is akár. T betűvel? Arra megnyitotta a perk táblázatot. Furcsa. Én is azt nyomtam meg elsőnek. Nem lehet, hogy meghalt a fickó. Vagy hogy itt kint mászkál valahol. Itt van Rufus, a hosszú Rufus. Nem, egyik sem olyannak tűnik. Lehet, hogy bent vannak a Hotel Rexfordban. Neked már csak kettő van, és hogy tetszik? Szia, hegyes erős. Na, itt van mellettünk egy ilyen küldetés. Találd meg az aranyozott szöcskét. Ez való itt a Constitution-nél van. Megnézzük. Nagyon jó. Nekem is tök bejön. Szerintem is. Tök szép munkát végzett a Bethesda vele. Sztoriban még nem tudom, hogy milyen, de nekem tetszik, eddig a több szálon is fut. Futok valami jó könyvet estére. Az évvilágháborút néztem. Azt nem fogod megbánni. Az egy nagyon-nagyon jó könyv. Én imádom. Sokszor szoktam belőle így mondogatni is, hogy megy. Miért nő a főszereplő? Mert azt választottam. Lehetsz férfival is, hogyha neked az jobban tetszik, vagy hogyha valami non-bináris, akkor biztos olyat is lehet. Szóval... Mi történik itt? Jó napot! Mi a fene? Ah!
Azt a mindenit. Sven, nyomod. Szent szar. Azt láttad, mit nyomod? Láttad, mit nyomod? Ez nem játék, mi nyerünk? Hát én nem tudom, én úgy láttam, hogy meghalt. Ez mi? Szaladás? Ez egy öngyilkos volt. Figyeld, hogy hogy nyomja Sven azt a büdös mindenit neki. Mondtam én, hogy megéri őt magunkkal vinni. Csak ő elviszi a harc egy jó részét, lehet, hogy miatta. Azért küldtük el, mert túl sokat tüzelt, és emiatt túl kevés volt számunkra, amit lőni kellett volna. Állítólag itt van egy ilyen Constitution. Mindjárt meg kell nézni, mi ez. Lehet, hogy ez az az épület? Nem, a Fenway csarnokot már ismerem. A hajót kellene megtalálni. Az é világháború az egy marha jó könyv. Nagyon-nagyon imádtam. Úristen, mennyi rész van itt még felfedezetlen. Maradjunk a városban felfedezgetni. Végterés, éjfél után vagyunk, megtehetjük. De nem, mint hogyha máskor nem. Máshogy szoktam majd csinálni. De elmegyünk ide a tetőkre, megnézzük, hogy onnan mehetnénk a Fenway tetejéről. 4 darab raketta sem szar. Mondjuk attól függ, ha a seggedbe áll, akkor rohadtul rossz. Nektek állt már rakéta a seggetekbe? Plazma lőszerek is jönnek. Lehet, hogy már egy előre haladott állapotában vagyunk a játéknak is. Amiatt adja ezeket. Úgyhogy nem találom meg azt a hajót, amit jeleznek nekünk. De elméletileg közelben kéne lenni itt. Ez az épület az, amit keresek. Ekkorát dobbantott Sven is. Wow. Én szerintem ez lesz az az épület itt. Itt van valahol, csak nem találtuk meg a bejáratot. Nézd, ez az az ajtó. Á, tutira ez, vagy ez még mindig a... Fenwheel, vagy milyenek a neve? Nem, erre van. És csak így. Igen, most balra megy. Ez, ahol most vagyunk. Itt jelzi. Van egy szép random. Inkább zombis posztapolitikus stílus, mint science fiction, hát a tetszik. Egyébként az is science fiction. Rakéta, sörétes lőszerek, tök jó muníció felvételek. Van egy terminál. Silent Zone, tudom ajánlani, ezt nem ismerem. Lifted, nem jó. Morals, majdnem. Master, 0. Allies, 0. Akkor muszáj, hogy egy kicsit szórakozzunk itt a dolgokkal. Lehet, hogy itt nem is engedi nagyon ezeket a... Nézd csak, olyan, mintha nem igazán... Opp, itt van valami. Hibák eltávolítva. Mint hogyha... Aha, itt is van egy. Itt is. Most veszi ki a hiba lehetőségeket, de... Még mindig csak egy próbám van. Hogy mindegyik ilyenben egy csomó... Ott is van egy. Á, visszaállította. Jó. Szép vezérlés. Hát ez mindegy. Nem baj, az XP miatt megérte. A szépet meg kinyitottam, tehát minden lehetséges XP-t kivettem ki. Holy shit, mi történik? Ez egy kutya? Egy kutya. Elvetemült korcsok. Dűne? Azt a filmet akarod ma megnézni? De nem akarjuk megnézni ott az első részt, mert én már totál nem vágom. Tudom, hogy sűrűn mondogatod, hogy jaj, a dűne, hogy te jó lenne megnézni. Ha most itt állsz, és csak így, előtted van a hajó és bemész, szerintem csak ez lehet. Lehívtam a liftet, megnézzük, hogy mi ez, hogy hová visz. Vagy azt a könyvet akarnád elolvastatni? Ah.
Mondjuk az is biztos megéri. Én nagyon várom, hogy majd abba is belekezdjek egyszer. Most hol vagyunk vajon? Ezt ilyenkor vajon kiírja, hogy hol vagy? Nem találtuk ezt a Constitution-t, nem tudom, hogy hol lehet. Totál idegesítő, hogy ennyire el van rejtve. Lehet, hogy fejünk fölött volt valahol. Most egy másik liftel akar tovább vinni? Szerintem igen, nézzük. Lehet, hogy nagyon magasba kell fel. De az a Constitution az nem az a hajó, ami ide csapódott be, miután megoldottuk a küldetéseiket, robotok laktak rajta, az nem az? Az. És akkor most ahhoz fel kell menni a magasba, el kell érni őket megint? Hát remélem, hogy jó helyen vagyok. Ez egy loading screen. Szép film, de pocsék. Ah, megtaláltuk őket. Tényleg ide csapódtak be. És ide mostantól lehet fast travelozni. Mi a helyzet, navigátor? Új irány betáplálása? Én nem tudom. Mondom, nem tudok hozzá mit fűzni, hogy milyen a dűne. Szeretném megismerni az alapot. Ironside nem akar velem beszélgetni? Nem, úgy tűnik, hogy ezek mostantól kezdve akkor itt megrekedtek teljesen. És csak. Onnan jöttem ki a liftből, ugye? Szia Dietrich. Mikor szokott kezdődni a live? Hát ilyen 8 és 9 között általában. Minden este. Én azt hittem, hogy itt ezekkel valamit csinálni kell, de ezek szerint mégsem. Ha csak nem valami olyasmi történt, hogy innentől most akkor feljuthatunk valami másik épület tetőre, ami eddig nem volt elérhető. És akkor az arany szöcskét kellene, aranyozott szöcskét megtalálnunk magunkkal szemben lentebb. Nézzük. Hol is azt a... Oké. Nyomunk egy mentést lehet, nem? Aranyozott szöcske felkutatása itt előttem, ha jófele nézek. Hát... Lehet, hogy lokális térképet kellene nézni. Tehát M, R... Mögöttünk van, mögöttünk, ez lesz az. Ez lesz az! Ne csináld, hogy ráugrottam, ez hülye. Ne, szöcskék élelme hozzáadva. Ez mi? Ez kinek? Olvasd el a szöcskék élelmét. Olvassam el. Ide van írva, vagy... Ráugrottam konkrétan. Ezt nem hittem volna. Ez mekkora mák volt? Adatok. Nem. Felszerelés. Egyéb. Sem Drown megcsinálta 1742. május 25. Testvéreim, barátaim, 1753-55 esztendejében november 13-án megesett, hogy kora reggel nagy földrengés lökte le öreg mesterem munkáját. Mintha csak a tűz tette volna tönkre, törött csontokkal és horzsolásokkal ugrott be az állomásomra, gyógyítva és helyrehozva. Az öreg mester fia Thomas Drown 1768. június 28-án bár megígértem, hogy leszelem irodám, mégis forog a szélben. Ennek nem volt értelme ennek a mondatnak. Charles partján, ahol örökké nyugszik sem mester, ott találhatni meg egy életértékét. Aha. És akkor most meg kell találni Sam Drown sírját. Ami itt van előttünk éjszakra. Menjünk, keressük meg. Kincskeresés, extrákkal. Itt van Marty Bullfinch. Kicsit holtan. Ezt a tűzoltót elviszem. Itt ez mi? Ja, itt a csarnokba mehetsz be. Tehát akkor a csarnok tetejére kijössz, és itt... Ha nem leugrottam volna onnan fentről, akkor itt jöhettem volna ki. Ez egy tök érdekes küldi. Irányít a sorozat? Egyetértek. Nyomod Gamer Life Channel. Jó éjszakát, akinek már későre jár és aludni kell. Mi azért még tartjuk itt a frontot. Keményen nyomjuk a játékokat. Ez milyen terület? Egyszerű pékség, és még itt nem voltam benne. Szerintem kellett, hogy legyek bennem.
Hát jó kérdés, itt annyi meg annyi épület van Boston belvárosban, hogy kérted éppen melyikbe jártál, meg melyik nem. Melyikben nem. Ja, itt van ez a sín, amit követni kell. Akkor jó, jó, mert kapcsolódunk a kövi küldihez. Fel akarok ugrani nagyon. Igen, igen, igen. Mi is várjuk nagyon a Next Gen patch-et. Ezt ő csinálta? Sven csinálta, igen. El tud vakítani minket a támadásával, ha keresztül megy rajtunk. És itt van a sír. Ásunk. Nézzük, mi lesz. Mivel ások vajon? Hát, hogyha nem ások... Azt mondja, hogy van benne egy aranytömb, és ennyi XP-t kaptam. Micsoda szintlépés. Résztömb. Ezüsttömb. Egy sem drown kardja. Célpontok sugárzás damage-et szenvednek el. 1700-as évekből származó sugárzó kard. Meghűlsz. Aranytömb, ezüstömb, résztömb. Ne félj semmit. Habár az ördög vasából készül ez a penge, csak a forgatója teheti ezt gonoszszá. Drown. Oké. Okay. Mennyivel lesz jobb, mint az alapverzió? Én nem tudom. Néztétek már? Én nem tudom, hogy jobb lesz-e egyáltalán. Lehet, hogy nem is lesz jobb. Lehet, hogy bukos lesz. Ja, várj, ez is az. Akkor biztos jobb lesz. Több mindent már nem lehet kiásni. Viszont... ezen a környéken akkor megvagyunk nagyjából. Hát egy csomó épület van, amit még nem fedeztünk fel ide bent. Azt is lehetne egy kicsit erőltetni. Mi lenne még itt a kitaláció, ami fontos volna? A Nordhagenbe ide küldtük el Hancockot egy kicsit összeszedni magát. És itt biztos a Cabot ház környéke, ez tuti tele van mindennel. Hát meg itt ezek a úthálózatok. Igen, ez grafikai update, pontosan az lesz. Más nem lesz, az lesz. Munkatársam édesapja elhunyt, ma egyedül voltam péntekesi romban. Ajajajajaj, nagyon sajnálom. Spektrál. Ez nem hangzik jól, ez mindig egy nagy tragédia. Azért remélem, hogy jól vagytok. Szerbusz, üdvözöllek, jó estét kívánok. Mi kap grafikai? Next Gen Patch, Fallout 4, április 25-e. Itt van egy nagy épület valahol, ebbe be kéne menni. Hát lehet, hogy nem minden, de most már bejöttem, megnézem ezt. Nem tetszik, hogy éjszaka van, lehet, hogy várni kellene reggelig, nem? Aj, bocsáss meg, Sven, ne haragudj. F5 mentés. Mennyi épület? Itt van valami templom, nézd csak előttünk, aha. Öreg északi templom, 27 XP. Kaptunk egy pontot, amit elkövethetnénk szintlépésre. És ha rányomnám a nukleáris fizikusra, fúziós magokat ki lehet lőni, egyszer tovább tartanak ki. Ki lehet lőni a fúziós magot, tehát ez valami ultimate fegyverré válik akkor? Hát, robot szakértő. Támadásra lehet úszítani a robotokat, nem? 4-es szintű módosítások, oké. Okay. Az automata fegyvereket kellene talán inkább erőltetni, mert most azokat egészen jó. Vagy nem. Pöckölgetni szoktam, ugye? Tehát akkor ez a nem automata fegyverek megerősítése volna. Nem automata pisztolyok. Automata fegyverek, itt vannak. 60% extra damage. Hol van az, ami nem automata puskák? És az armor 20%-át ignorálják. Szerintem ez az. Ez lesz az, ami nekünk jót tesz. De a szerencsére is tápolni kell. Nincs mese, menni kell tovább. Ez 5% bónusz damage-et ad. Az ellenségeid néha adag véres pástéton már robbannak szét. Vigyázz a repülő szemgolyókkal. Ez is rohadt fáni lenne. És akkor ennek később még rengeteg extra damage-et adna. Meg az, hogyha egy felrobban, akkor a közelben is minden felrobbanhat. Ez rohadt jó. Megerősíted? Elfogadom. 5% extra damage, jó az.
Mondjuk nem olyan jó, mint az armor penetráció, de most már haladni akarok a luck aggal is. Jövő héten 6 napot fogsz dolgozni. Ajajaj. Hát sajnálom. Remélem, hogy találnak valaki beugróst. Nézzük ennek a templomnak a területét. Vagy vagy azt mi a helyzet. Nem ismerjük ezt a helyet, nem tudjuk, hogy milyen sztorival rendelkezik. Nem védtük meg Finch Farmot. Itt kell kutatnom a vasúti sín után. Jaj, nagyon jó helyre jöttem. Azt a... A legjobb helyre jöttünk be. Hát ez az a frakció, amit kerestünk, nem? Szerintem de. Mindjárt kiderül. Viszont a Finch Farmot nem védtük meg, úgyhogy kicsit boldogtalanok lesznek az ottaniak, de hát mit lehet tenni? Nem is láttam, amikor kiírta, hogy segítsünk rajtuk. Ti láttátok? Mondjuk aki látta, az nem mondja, hogy nem látta. Ez a templom, ez rendesen szét van. Ez egy orgona volt? Igen, valamikor. Az emberek ide menekültek be bőröndökkel, meg mindenekkel. Csillezés, Móki szín közben. A legkirályabb tevékenység. Én is mindig azt csinálom, minden állott este, nem tudok leszokni róla. Az én édesem, hanem extra pénz is olyan fárasztó lesz. Hát, ja. Akkor az ember mindig abban reménykedik, hogy csak ne az övé legyen az, ugye. Akármilyen szörnyű is. Két darab Nuka-Cola. Egy kiló extra, azt nem vesszük fel, de miért annyit? Ez mint hogyha egy titkos ajtó lenne, de nem. Nézd, ott van egy jelzés. Ez azt akarja mondani, hogy erre gyere. Ó, egy alaksor. Ó. Igen, itt van a jelzés, jaja. Nagyon-nagyon frankó helyekre megyünk most. Ez valami nagyon régi, 1800-as évekbeli. Sír. Nekem azért van neve, apám, mert elváltak a szüleim. Így van. Így van, így van. Nekem az édesapám nem annyira gondolta szerintem komolyan ezt a család sztorit akkor, amikor én születtem. Ő 21 volt, anyukám 18, és hater végül hát két éves koromban már nem annyira volt velünk. Tehát, hogy nem húzta sokáig ezt az apaság témát. Ő le is lépett egy másik nővel, 3 éves koromban váltak el. Aztán... Hát nem is tudom. Anyukám egy olyan 3 évvel később ismerkedett meg nevelő apámmal, azt hiszem. Itt nem találjuk, hogy hova akarnak vezetni, de biztos vagyok benne, hogy jó. Ó, nézd ez! Forgasd el az óra mutatójárásával megegyezően. És nyom meg. Ez forog, igen. És valahol kinyitott valamit. So that's not right. Szóval ez nem helyes. Csináljuk úgy, hogy a Freedom Trail legyen felül. So it starts. Úgy kezdődik, hogy R. Jó, de hová kell mutatni az R betűnek? Oda fentre? Ó, és akkor forgatni kell, és akkor most az A betű jön, a rail. Ez szerencsés. Nem ez volt? Akkor vissza, ugye? Jó kell kezdeni, nem, jól csináltuk. Rail.
de mi lesz utána? Itt van egy ajtó. És csak itt bemegy valami a falba. Valamit hallottunk bent mocorogni, ugye? R betűvel kezdődik. Aha, és... A rail az eddig jó volt. Railroad talán. Próbáljuk meg. Azt a... Wow! Beszarsz! Ezt is megcsináltuk! Micsoda mák! Mekkora király! Itt állnak előttünk. Állj meg ott, mondja Desdemona. Sok mindenen keresztül menti, hogy leszervez ezt a találkozót, de mire tovább lépnénk, válaszolja a kérdéseinkre. Ki a fene vagy te? Nem, te ki vagy? Egy gyanakvással és árulással teli világban mi vagyunk a szintek egyedüli barátai. Mi vagyunk a vasút? Most pedig válaszolj a kérdésemre. Ezek a szintek ellen vannak. A Brotherhood of Steel pedig akkor... Vagyis, hogy ezek vele vannak, azok meg ellene. Hát... Először engedjétek le a fegyvereteket. Amíg nem... Meg nem határozom, hogy nem vagy fenyegetés. Oda célzunk a fegyverekre, ahová csak akarunk. Ki mondta, hogy lép velünk kapcsolatba? Találj ki valamit? Jó a kérdés, F5 mentés. És ha kitalálnék valamit, mi lenne? Segítettem Carl-t egy zűrös helyzetből. Ismert egy fazont, aki ismert valakit, aki elláttak egy követető nyommal. Sikerült. Desdemona vagyok, a vasút vezetője. Te pedig... Deacon, hol voltál? Elkezdtetek egy összejövetelt. Mi lett az én meghívómmal? Információk el, ki ez? Ez a hölgy nem semmi, csak hogy tud, mondja Deacon. Te ismersz engem? Nem kellett találkoznom veled, hogy halljak rólad, hullámokat keltesz. Acél testvériség bevett a soraiba, ez aztán nem semmi dolog. És ha ez nem lenne elég... Nem vagy a polgárőrség vezetője, hallottam, hogy megtisztítottad a kastélyt is. Mindenki arról beszél. Szóval te rászavazol? Ja, hidd nekem, olyan valaki, aki a mi oldalunkon akarsz. Ez megváltoztatja a dolgot, szóval idegen. Miért akartál velünk találkozni? Tudom, mennyit süt a nap? Hát nem itt laknak. A fiam? Sean-t elrabolták. Segítséget keresek a megtalálásához. Valaki ellopta a fiadat? Ez szörnyű. Tudod, hogy kitette? A te érdekedben remélem, hogy az intézet nincs benne a dologban. Mi? Miért lenne benne az intézet a dologban? Nemzetközösségben sok emberrablást az intézet követel. Miért? Nem tudja senki. De nem hallottam soha arról, hogy egy gyereket vittek volna el. Így remélhetőleg nem ők voltak. Majd Deacon megkérem, hogy nézzen utána. Ha valaki talál nyomot a fiathoz, akkor ő talál. Ha együtt fogunk működni, akkor biztosra kell mennem, hogy egy oldalon állunk. Tudod, mi ez a szint, ugye? Hallottam pletykákat. Mik ők valójában? Az intézet hozta őket létre. Szintetikus emberek. Nagy rész szerves anyagból vannak, részben gépek. Valahol útközben többé váltak, mint egyszerű szerkezetek. Úgy gondolkodnak, éreznek és viselkednek, mint te meg én? Az intézet a szinteket tulajdonaként kezeli, mint a szerszámokat. Miért? Istent játszanak, olyan dolgokkal babrálnak, amit nem értenek meg teljesen. Abban a gőgös fölényességből könnyű tagadni alkotásuk emberi mi voltát. A rabszolgaság rossz. Pontosan. Szándékunk a szintek felszabadítása a rabságukból, hogy megadjuk nekik a valódi életesélyét. Van egy kérdésem, az egyetlen, ami számít, kockáztatnád az életed egy embertársadért, még hogyha az ember egy szint is? Nem. Miért te igen? Nem kockáztatnám az életem. Effet mentés. nem. Nincs ebben szégyenlivaló. Mindenkinek tudnia kell, hogy miért hajlandó az életét adni. Valószínűleg az lesz a legjobb, hogy a távol maradsz tőlünk. Nem miattunk, hanem miattad. Az intézet nem habozza megkínozni és megölni azért, amit tudsz. Deacon majd kikísér innen, a francba.
Most azt kell hazudnom, hogy igen, én majd áldozom egy robotért az életem, akár egy rohadt kenyérpirítóért. Mondják is részletet? Fejtsd ki ezt. Válaszolj erre egyértelműen a szívedből. Ha veszélybe kellene sodornod magad, hogy megmentsed szintet, megtennéd? Hát attól függ. Itt nincs köztes állapot. Kockáztatnád a halált, hogy megmentsed szintet, vagy nem? Muszáj, hogy ezt nyomjam. Minden nap kockára teszem az emberekért az életem. Nekem nem számít, hogy az ember szinte vagy nem. Megtesszük, amit megtehetünk az eltűnt fiaddal kapcsolatban. Amit az intézet te és mások családjával tett, az hajt minket. Miért? Most már tudjuk, hogy az intézet tette? Valójában te pont egy típusú ember vagy, akit megpróbálnánk megmenteni. De jelenleg nincs időnk. Vagy mit csinálni? Jelenleg nincs időnk kiképezni egy új ügynököt. Azonban vannak más értékes módozatai is annak, hogy együttműködj velünk. Cserébe mi is segíthetünk neked. Beszélj Deaconnal a részletekért. Szabadon távozhatsz. Utas a vasút után, akkor megvan, ők lesznek a harmadik frakció eddig, a Minutemenek, a Brotherhood of Steel, és ugye a Railroad. Emiatt szép kis XP mennyiséget is kaptunk, de azért innen nézve ez a szitu, hát ezen el kéne gondolkodni, hogy most akkor vajon mennyire is, vagy kihez akarunk tartozni. Eddig egyik frakció sem volt szimpatikus számomra. Tehát azok sem, akik a robotnyalók, azok sem annyira. Azok, akik a lovagias kódexet szem előtt tartva szétbombáznak mindent, meg Vertibird-ön lövöldözve próbálják valahogy a múlt technológiáját megszerezni és elhozni a rendet ide a Wastelandbe. Bár innen nézve inkább a Brotherhood of Steel felé hajlanék, mint a Railroad felé. Viszont ezeknek a küldéjeit meg kéne csinálni, hogy láthassuk, hogy mi lesz ebből. Amikor az első végigjátszásomat csináltam, amikor megjelent a játék, emlékszem, hogy őket választottam. Tehát ők voltak a Simpi boldal nekem akkor, de hát az hány évvel ezelőtt volt? Bár nyilván egy kicsit máshogy gondolkodom én is, és egyáltalán nem tűnnek annyira szimpatikusnak, vagy hogy mondjam. Szép dolog az, hogy persze, hogyha ők is éreznek, meg hogy élnek, meg a gyakorlatilag egy továbbfejlesztett fajta emberre lehet alattuk gondolni. Hamarosan iszom, köszönöm. Szervusz. Szóval, hogyha az evolúciónk egy következő lépcsőfokaként tekintünk a félig ember, félig robot gépekre, a szintekre, akik egyébként robotként indulnak, csak később lesznek gyakorlatilag replikánsok a szárnyas fejvadászból, hogyha belegondolsz. Ezek őket imádják, ugye? Tehát, hogy nem tudom. Valahogy nekem annyira nem szimpatikus a kitaláció. Ti mit gondoltok? Lehet, hogy ők állnak a jó oldalon, és inkább támogatni kellene az emberi evolúciót azok után, hogy az ember maga már elpusztította a bolygót, és vele együtt saját magát is jóformán. És gondolkodik, a majmok is képesek beszélni a jelbeszéddel. Mit akarsz ezzel mondani? Szóval, hogy azok után, hogy az emberiség úgymond a civilizációnk elbukott, ezek után lehet, hogy inkább a szintek oldalára kellene állni, mert azoknak legalább van egy egyesített akaratuk, és tuti, hogy nem tennék meg ugyanazt, mint az ember maga. Valószínűleg ez sem egy invalidálás pont, hogy mi az emberek elbuktunk, és akkor meg lehet, hogy a szinteket kellene inkább támogatni. Mert ők ellenállóbbak is ebben a környezetben, a tudásuk is valószínűleg tágabb, mint az emberé, és hogyha normális parancsokat táplálnak beléjük, akkor lehet, hogy emberségesebbek még az embereknél is. Most spoilert játszunk, nem mondok semmit. Nagyon helyesen teszed. Innen nézve, ebből a szemszögből már egy kicsit jobban értem a saját gondolataimat a Brotherhood of Steel-lel kapcsolatban, hogy miért is nem akarnám megszerezni azokat a régi technológiákat, meg a régi ódivatú ódexeik alapján való életet, miért nem szorgalmazom annyira, és akkor meg lehet, hogy inkább mégiscsak a Railroad, tehát a vasút irányába vinném el a játékot. Nekem megvan a véleményem, nekem ez a frakció legkevésbé szimpatikus. Aha. De te no spoilert játszol, úgyhogy nem mondasz semmit.
A fene sem tudja. Pedig sültem. Na, szóval azért... Hogy csak azon gondolkozik el az ember, hogy hát itt ember-embernek a farkasa, és az ember az az ember, és a evolúció csúcsa, és a civilizációnknak a izéje, meg mit tudom én, az önmagában itt ebben a világban már nem túl megfelelő gondolkodás, látván azt, hogy mit okoztunk, és hogy milyen szituációk születtek belőle, és most mindenki döglődik, meg szenved, meg sínylődik, meg rákos, meg minden bajuk van. De mondtad, hogy ne spoilerezzünk. Igen, ezt már megbeszéltük 3 sorra ezelőtt is. Ha innen nézzük ezt a dolgot, hogyha nem gondolnánk végig ezt, amit az előbb ezen végigmentünk, akkor biztos vagyok benne, hogy azt mondnánk, hogy igen, a Brotherhood of Steel, meg minden, de nem. Mert amúgy meg valószínűleg nekik jobb esélyeik volnának. Hát, hogyha az emberiség egy kicsit feltápolná magát, augmentálná magát a környezeti hatásokkal szemben, mint ahogy egyébként az evolúció automatikusan megtette ezt nekünk, hogy élhessünk a bolygón, és élhessünk a hidegben éjszakra, élhessünk délre a melegben, és ellenálljunk, és a szőrzetünk, és amit tudom én, ez stb. Úgy alakult ki, ahogy kialakult. Hát a szintek is ugyanezt csinálják gyakorlatilag, ugye? Csak gyárakban mondjuk, nem feltétlen természetes úton. És ettől még nem lesznek ők rosszak. Az a kérdés, hogy milyen szándékaik vannak. Egy augmentált ember, csak egy következő lépcsőfok. Lehet, hogy mégis a szintekkel kellene lenni. Beszéljünk Deaconnal. Remélem nem zavart a fogadtatás. Ha ellenségek vagytok az intézettel, akkor óvatosnak kell lenned, hogyha egy új alak lép. Aha. A vezetőtök szimplán csak óvatos. Pontosan, bár kicsi megölte az esélyt a barátságos első benyomásra. Most már minden jó, én rátszavaztam. Senkit nem lőttek le. Én még személyes ajándéknak is hajlandó vagyok tekinteni, hogy nem adták ki minket az intézetnek. Köszi. Mondd el kérlek, miért szavaztál rám? Kis csapatunkban az én munkám, hogy tudjak dolgokat, és minden, amit tettél, nyilvánvalóvá tette, hogy megfelelő vagy. Egy veszélyes ellenfél, és remélhetőleg egy értékes szövetséges. Effetmentés. Bizalom irántam? Nem foghatsz mindent a hitre. Nem tudom, hogy bízhatok-e benned, de remélem, hogy igen. Pokoli kemény krízist éltünk túl, szóval talán egy kicsikét eléggé kétségbe esetlen hiányzik nekünk néhány új tag. Ha minden csupa napfény és kupak lenne, akkor valószínűleg egy hosszabb ismerjünk meg téged játékot játszanánk, de most nincs meg ennek a luxusa. Effetmentés. Csak ennyi? Tényleg nem adott fel, rendben van. Egy rövid listám azokról, akik esetleg megfelelők lennének a családunkba. Felkeltetted az érdeklődésemet, szóval esetleg körbe kérdeztem. Aha! Díkentesek fej. Megcsináltam a házi feladatot. Ha nem bukantál volna ránk, lehet, hogy helyette én kutattalak volna fel. Kösz, hogy megsporoltad ezt. Dez azt akarja, hogy turistát faragjuk belőled. Így hívjuk azokat, akik itt kisegítenek minket apró munkákkal. Micsoda pazarlás. Egyszerűen csak kimondom, a vasútnak szüksége van rád. Effetmentés. Jó, érdekel. Van egy melóm, nekem túl nagy. Tökéletes a kettőnk számára. Kisegítesz, felhívjuk magunkra a figyelmet, de ez rögtön meghív téged a nyájba. És akkor, hogyha bajba keveredsz, és segítségre van szükséged, a haverjaid a vasútnál fedezni fognak. Oké. Na, találkozunk a régi felüljárónál Lexington közelében, majd hogyha odaérsz, elmondom a részleteket. Oké. Találkozz Deaconnel az régi országútnál. És ezek itt állnak lent, mint egy kripta, olyan ez a hely, és el sem moccannak. Amúgy meg lehet, hogy ők mind szintek. Nem emberek, hanem mind szint. Majd külön válunk, ha elmentél. Jobb, hogyha nem keltünk feltűnést. Szóval szabadon távozhatunk. Ez micsoda? Ez a megszakító nem működik. Jó. Hát, figyelj. Szerintem legalább a questline-t meg fogjuk nézni, és majd ahogy megismerjük őket a questek során, el tudjuk majd dönteni, hogy morálisan mégis melyik oldalra fogunk állni.
Egy rágógumi étálban. Érdekes. Lehet, hogy fel is kellene menni oda a toronyba, mert ott is láttunk valamit. Szóval tökre lehetséges, hogy a végén majd még megutáljuk őket. Meg az is lehet, hogy tökre úgy vagyunk velük, vagy úgy leszünk velük, hogy a félig izé képmutató testvériséggel szemben meg lehet, hogy ők lesznek a menők, és inkább őket választjuk majd. Mert szerintem ki fog ez nyilván futni valahová az összes ilyen quest emlékeim szerint legalább a végén. Nem akarok spoilerezni persze, de hát nyilván a végén valamilyen oldalra kell állnod. Oké, hogy végigmész a küldetéseiken és megismered őket, de a végén döntened kell majd. És ennek szerintem a legjobb módja, a döntés meghozata a legjobb módja, hogyha megismerjük őket előtte a questeken keresztül. Szóval most egyőre velük játszunk, és majd a jövőben meglátjuk, hogy akkor melyik oldalra állunk. Én most így a átgondolás alapján hajlandó lennék melléjük állni, bár nem szarassam, hogy a Brotherhood of Steel-nek megvannak az eszközei arra, hogy tényleg békét teremtsenek itt ezen a helyen. Rengeteg fejlett technológia, muníció, a brutál. Na hát itt van egy edzett mesterlövész, és akkor azt akarják, hogy innen lövöldözzek. Hát, hogy megvan tényleg mindenük. A szándékai kérdésesek, hogy mit akarnak majd csinálni. Lehet, hogy el akarják pusztítani majd az egész környéket, és amiatt azt mondjuk, hogy meg a seggemet pusztított a barom. Ki tudja, nem lepődnék meg, hogyha azt mondanák, hogy jaj, hát ez a hely, ez túl fertőzött. Azt mondja, hogy a Kingsport világító torony is kellene nekünk, de Lexingtont mondták, ugye? Zöldbőrűek az Overland országútnál, Deacon. Steel ugyanaz, mint a Skyrim Brotherhood. Nem. Az egy másik univerzum teljesen. Tehát ott a... Na mondjad már, hirtelen akartam mondani. Elder Scrolls-nak a világa. Ez meg itt a Fallout-nak az univerzuma. Tehát teljes mértékben eltér. Nem hiszem, hogy... Lehet, hogy biztos lehet párhuzamokat húzigálni, én nem tudom. Már nem emlékszem ott pontosan. Aha, itt kell Deacon-nel találkozni. A Walden tó sziklás szűkület park, ide megyünk. Az a Brotherhood, az úgy emlékszem, hogy assassinokból állt, ugye? És az itteni Brotherhood of Steel... De milyen Brotherhood of... Mi volt ott a nevük? Nem tudom, de ezek mások. Hát azok gyilkosok voltak, ezek meg nem. CCA a szitu, amit csinál maga a frakció. CCA. Hát ők assassinok voltak, ezek meg nem. A Brotherhood of Steel, azok nem assassinok. Aztán nem jó járt, ez elég keményen meg lett küldve. Itt van... Jambles, a harci majom. Hullámcsatokat vegyük fel. Az olyan szar, amikor becsipi a herédet és itt tapsikol rajta, nem? Istenem, az acsipacsit egyből megnyomná. Ez tök jó ez a festmény itt. Captain Cosmos. És benne van Jambles, a holdi majom is. Ez tök jó. Most már tudom, hogy honnan jön. Valami régi gyerekműsor lehetett. Jaj, úristen! Úristen! Jön ám az XP, hát csak írtani kell. Most a közelben van a fő küldetésünk elméletileg erre a régi útnál. A régi út az itt van lenn. A ratszarvasok között. De régóta nem láttunk már ilyen izéket. Szuperbigyulákat, mondjad már mire gondolok. Itt vannak az ősuták. Jó, hát jó sokan vannak, igazából nincsenek sokan, csak a fejük sok. Ezeket a szárnyas szarokat rég láttuk már. Ilyen szépen nyugisan szaladgálnak el. És kire lősz? És miért lövöd őket? Sven! Ez szar van veled! Te lelőtted a fejét, te hülye! Miért csináld ezt, Sven? Ezek csak ősuták, te barom! Miért csinálta ezt? Leszállt a feje.
Azt a bűdös mindenit neki. Találsz még bármit, amit lelőhetsz, te hülye. Ez itt Deacon? Ez kicsoda? Deacon, is that you? De eddig is így néztél ki? Tetszik az álcázás, pusztasági álca. Ez az én szemétkupacom, seggfej, tűnés innét. Jó, mit? Szerencséd van, hogy nem alkalmaztam az arccseréim egyikét. Szóval te egy szint vagy, és így át tudod magad alakítani? Deacon, hallod, Sven valamivel balhéban van, segíts már, mert hülye szegény. Ti robotok vagytok, megértitek egymást. Legendás tüzérek jönnek. Meghaltak. A legendás tüzért ilyen szinten kiírtja. Hámolygó lézerpisztolyt, találatkor esélye megtántorításra. Ilyen szinteken lőtted szét a legendást. Tudod, hogy mennyit nyomtam bele, Sven? Tudod, hogy mit összeszenvedtem, hogy ez meghalljon a múltkor? Az egész epizódok arról szóltak, hogy csak két jobb volt. Jó, de kétet kimaxoltunk. Most erre kíváncsiak voltunk, hogy mi lenne. Ott megy Deacon. Tetszik az álcázás? Már mondtad, de most hova szaladsz már megint? De hogy ezek fentről lejönnek? Hogy mi? Onnan fentről? Ó, Deacon, hallod, ezt meg kell nyomni, nincs mese. Mellé lövi, mellé megy! Hát, ez hülye teljesen. Hát innen nem lehet. Meg lehet? Próbáljuk ki. Ott van. Azt a mindenit VATS-ben megcsinálja. Milyen páncél van rajta? Ő egy automatron, őt építettem. Rajta brutális páncél van. Őt összelegóztuk darabokból, amiket a játék során szereztünk. És igen kemény, sokkal keményebb, mint én vagyok. Egy meghalt. Hát, ha más nem, akkor rakettával lövöldözök oda. Még egyet. Nem, sajnos él még. Sven rámegy. Jó, elintézte, oké. Most hol van Deacon? Hova lett? Erre mutatja, de mi? Leszáll? Elszáll? Felve? Hogy került oda fel? Felspónolt? Vagy... Deacon, hogy az anyádba kerültél oda fel? De milyen lifttel ment fel mégis? Látsz itt egy liftet? Hát én nem látok. Szerintem. Hát ez baj. Várjál csak, ott fel lehet szaladni. Megvan a kis turpisság, hát felszaladt itt hozzájuk. Aha. És itt átment oda. Szevasz, Deacon. A múltkor még egy más sávú voltál. Igen, már elmondtad ezt. Már háromszor megbeszéltük a Disguise-odat. Szerencsére, hogy nem alkalmaztam az arccseréim egyikét. Szarok rád. Meg tudod változtatni az arcod. Évente, két évente a kés alá fekszem. Új arc, új test. Tudod, teljes átalakítás. Ellenségeink csak találgathatnak. Aha. Ez nem egy nagy álca. Az álca több egy sima parókánál és némi tetűrákt a ruhánál. Meglepődnél, milyen messzire jutottam a megfelelő hozzáállásra és egy jegyzettömbben. Na de a munkáról. A vasút nem régóta használja a régi templomot. A régi bázisunk a Slocum Joe alatt volt. Elég remek kis helyünk volt, amíg ránk nem talált az intézet. Ott volt a fánkbolt alatt. Ott már voltam. Annál is jobb. Na, az volt, amíg legalábbis tökélen vágták. Mi történt? Földi szállásunk erős, könnyen védhető felébe, és azt gondoltuk, hogy teljesen biztonságos, aztán egy perc alatt intézeti csapatok betörték az ajtót, és változtatták céllövöldévé az egész helyet. A túlélőknek nem volt idejük semmit sem elvinni, szóval van vagy valami... Mi van valami nagyon fontos, amit hátra kellett hagyni? Mit is keresünk pontosan? Hát elmondom, hogyha bejutottunk. Tudom, hogy rossz üzlet, de a stratégiai tudatlanság többször mentette meg a szervezetünket, mint ameddig el tudok számolni. Van a közelben egy turistánk, nála van a bázisról szóló információ, szóval ki kell, hogy kérdezzünk az információról, miatt bevetjük magunkat. Jó, nyomod. Kövess, Deacon, találd meg a turistát.
Mit ad az ilyet? Vannak jelzéseink, viszontjelzéseink, kémdobozaink, titkos készfogásunk, tálna készfogást soha nem is használtuk. Mindenhol jeleket hagynak egymásnak. Ez a Mortal Kombat 3? Nem, ez a Killer Instinct 1. Ismered? Turistánk előrébb vagy van, mozogjunk, oké. Okay. Te mész előre, haver, én csak követlek. És hogyha én rágyorsítok? Hát az F-öt mentés. Van egy turista, akivel van egy missziónk, ki kell hallgatni és lemegyünk a Slokung Joe alá, ami pedig itt lesz a környéken esetleg? Nem. Mark 3-as páncél? Ami rajtam van, az szerintem igen. Kajak, meg kell várni, amíg csiga tempomban szalad Deacon, halod, erre biztos, hogy rá tudsz kapcsolni. Szerintem, nézd meg Sven-t, hogy hogy szalad. Látod pedig ő milyen béna robot hozzád képest. Nyomjad már Deacon, kapcsoljod a haver! Használd a szint izomzatodat. Hát, addig megvizsgáljuk kívülről a helyszínt. Ja, X01-es páncél Mark III. Elég jól néz ki szerintem, tök metal. Nem tudom, hogy miért toltam fel rajta a Voltec festést, hogyha nem is tolja meg a karizmánkat. Van még egy jelzés ott. Hát ezt nem lehet eltéveszteni szerintem. Holnapra oda is érünk, ne aggódjatok. Úristen! Mit lenyomott a gúl? Láttad? Jobbra-balra cikázó kitérések. Ott is laknak még. Nem. Ez rám ugrott. Abba Sven megnyomja. Vérmintákat vigyük, mert darabja 50 kupak. Valószínűleg közel vagyunk. Ide is raktak egy jelzést. Tudod, hogy 4 lépést tettünk? Baba csörgő a gúlokban. Most már megnézem, hogy mi van itt. Wow, egy igazi Nuka-Cola kvantum. Sven, kérlek. Azaz, kiengeded. Tök tetszik ez a TPS mód is, szerintem tök jó játék, mondjuk célozni mocsok nehéz vele. Jó, menjünk, mert Deacon teljesen le van. Látod középen? A plusz jelet. Te barom, ott áll az ember, ne a plusz jeleket nézegesd. Te vezeted a beszélgetést, nem számít, mint pont csak mondasz, hogy ez enyém a boltban van, bíz bennem. Azt kell neki mondogatni, hogy ez enyém a boltban van. És én vezetem a beszélgetést. Bocsi. Hál' Istenek, van Geiger számlálód? Van nálad egy átkozott Geiger számláló? Vasúti jelszó. Az enyém boltban van. Ez meg kicsoda, a főadiszáns azt mondta, hogy ügynök jön, nem kettő. Egy ügynök. Bocs, új vagyok, csak megmutatja a dolgokat. A fal a tanúm, azt hittem, hogy meghalok. Épp itt volt az átkozott ideje, hogy ti főhadi szállásos rohadékok ide érjetek. Mi a szarról beszélsz? Mondd el, mi a helyzet. Egyszerű felderítésre szerződtem. A kis Slokung Joe helyetek hemzseg az átkozott krónfejű szint rohadékoktól. Főbejárat keményen meg van erősítve, az egész átkozott helyet aláaknázták. Értékelem, amit tettél. Remélem segít a dolog, tényleg remélem. Amint biztonságos lesz, elhúzom minden a csíkot, szóval ha kell még valami jobb, hogyha mielőtt megkérdezed. Jobb, hogyha mielőtt megkérdezed. Nem, én leszarlak, mehetünk ezt lakunkba. Miért nem akar Deacon vele beszélni? Ricky nem túlzottan szívderítő. Szerinted az igazat mondja? Iha. Az igazságról szólva, miért hazudtál Rickynek? Az én munkám a vasútnál a hírszerzés. Könnyebb a dolgom, hogyha senki sem tudja, hogy ki vagyok. Szóval hazudtam. Te intézted a dumát, én megfigyeltem az oldalvonalról. Hajrá, csapatunk. Mi van? Miért hazudna? Az embereknek mindig van oka hazudni, az intézet kicserélhette, vagy még valószínűbb, hogy komolyan berágott ránk. Válasz kedvedre, nem tudom.
Azt mondják, az igazat mondja, de soha nem mondhatod biztosra. Egyetértek, az esélyek jók arra, hogy névértékén vehetjük. Ebben az üzletben az első számú szabály, soha ne hagyd figyelmen kívül az ösztöneid. Szóval, ha hiszünk a szavának, a főbejáratnál aknák, szintek, valószínűleg más poénos dolgok vannak, a menekülő alagúton keresztül kell bemennünk. Jó, használjuk. Az alagút könnyebb megoldás lehet, mint a közvetlen támadás. Könnyebb, de nem gyerekjáték. Te vezetsz minket, haver, én majd fedezlek. Menj be a menekülési alagútba. Oké. Nézzük. A menekülési alagút. És ez itt van lent? Állítólag igen. Metal. Imádom ezt a power armort. Meg feelinges a játék. Nagyon megszerethető. Bár a világnak több biomára lett volna szüksége. Mindenhol ugye ugyanazt látjuk nagyjából. És tényleg van nekik egy alagút itt. Nagyon hasonló a kietlen pusztaság. Most akkor Iván tényleg izét akar dűnézni akar ma este? Mert hogy nem sokára megyünk, csak ezt a küldit még letudjuk, aztán utána eltesszük magunkat már a fanális kinyitásra. De hát ez bárki kinyithatná, aki erre elmegy. Mondjuk ki az a hülye, aki itt a pusztaságban járkál? Szerintetek ki az a hülye? Hátsó bejárat biztonságosabb, de készülj fel első és második generációsokra. Itt az idő, hogy megtudd, miért vagyunk itt. Prototípus készülünk megszerezni, mert a jó doktor Carrington nem csinál. Mit csinált? Mit tudsz mondani az első és a második generációról? Szintek nem az emberek tökéletes másolataiként kezdték. Az intézetnek el kellett jutni arra a szintre. Az első és második generációsok csak mérföldkövek voltak. A vasút nem egységes azzal kapcsolatban, hogy hogyan érzünk irántuk. Miért vannak megkülönböztetve? Mindenki fel akarja a harmadik generációsokat szabadítani, az emberi kinézetű szinteket. A vasútnál néhány szint például, mint Glory szerint a korábbi modelleknek is segíteni kell, de az első generáció például ugyanaz, mint a Protectron, szóval a határvonalak elmosódnak. Mesterséges intelligenciák jogait is védjük, a terminálokét, meg az automatizált védelmekét. Bármikor is kerül elő a dolog, viták vannak, fellángolnak a régi veszekedések, a végeredmény az, hogy Glory és néhányan mások nem vesznek részt ehhez hasonlókban. Megértem őket, mondjuk igen. Ki ez a Dr. Carrington? Ha minden jól megy, hamarosan találkozol vele. Mehetünk. Szerezd meg Carrington prototípusát, menjünk be FPS nézetbe itt már. De kíváncsi leszek itt majd a fényhatásokra a Next Gen patch-sel. Vajon lesz Ray Tracing is benne? Nagyon nehéz terminál kinyitás következik. Radioactive. Examination. Threatening. Erratically. Nem, egyik sem volt jó. Mind szar volt, pedig én mindent megtettem. Ez olyan, mint a kapcsolataim. Várjál? Aha. Lehet, hogy a possibility lesz majd az. Első, azt mondod? Mármint az mit jelent, hogy egy? Azt már nyomtam. Nem, itt nincs az első sorban semmi sem. Rosszul láttad. Talán megvagyunk, de már csak egy próbálkozásunk van. Jó lenne még egy ilyen izét átfutni. Lehet, hogy az agriculture. De itt nem volt semmi, nem? Ezeket már átnéztem. A bűn. Olyan volt, hogy szín. Nem, ezek sokkal hosszabb szavak attól. Itt ez nem volt kattintható? Pedig itt van előttünk, vagy már megnyomtuk egyszer? Aha, valószínűleg megnyomtuk már egyszer. Ja, magadra értetted. Nem szabad ilyeneket magadra érteni. Ne okold magad semmi miatt. Semmi rossz nem történt. Együtt vagyunk, itt vagyunk, már egy kicsit megfáradva azért. De hogy lehet, hogy nincs reszetelő? Azt a mindenit. Nem sűrűn látunk ilyet, hogy nincs reszet. Most ki leszünk lokkolva akkor, ha csak nem nyomjuk meg azt, hogy... Hasonlóság az Erratically-ben 2.
Hát, hogy az egri culture nem. Nem, nem hiszem, az nem. Akkor a barter lép ki és mehet újra, mennyire szűkíti, egyáltalán nem. Inkább még egyszer próbáljuk meg, szerintem is. És ha azt mondod, hogy residential, nulla. Descendants, 3. Inhabitants, 4. Experiments. Ott is van. Mondtam én. Inkább szűrdés utána? Nem. Inkább megnézzük a hasonlóságot és ahhoz mérten. Kinyitottuk? Kinyitottam. Ez lenne az a hely? Szerintem ez az. Hol van Deacon? Itt van Roger. Valaki hagyott itt egy jelölést. Veszélyt jelent. Igen, tudjuk, te szegény halott marha, tudjuk, mondja. Oké, itt valami őrület lesz, vigyázzunk kell. Lehet, hogy itt ezzel megyek. Nem rossz, nem rossz, a lopakodó nagyot vert az energiafegyverrel. Ezeket nem hagyjuk itt. Mi ez a villa is? Ezeket az intézeti is pisztolyokat biztos el lehet vinni. Szóval ezek lennének ezek az első generációsok. Csinálsz fenn? Csótányokat veri. Micsoda? Én is ezt kérdezem. Pannál is van akkor villa is? Ja, nézd a dobozt. Vasút jel. Azt jelenti, hogy ellátmány van a közelben. Aha. Barkácsos, be tudta kapcsolni a védelmet, kicsit tudja csak levasítani a végrehajtókat, de helyi valószínűleg megmentett néhány életet. Nem hinném, hogy valaha láttál végrehajtót, de ők az intézet elcseszik a napod a technológiájának legjobbjai. Nem valószínű, hogy vannak itt, de hogyha igen, akkor csak fuss. Na ne szórakozz már, hát azért jöttünk, hogy fussunk. Láttál már ilyen harci gépet, ami itt van melletted? Ez nem volt így rossz, hogy egymásra pattogtak a lövedékek, sőt, ez egészen tűrhető volt. Fúziós cellákat vegyük fel tőlük, és nyitoljuk ki ezeket is. Egészen nyugis a környék azon kívül, hogy tényleg van benne néhány szint. Most ezekért én nem küzdenék, nem, tehát ezekért én se értem egyet, hogy ezek pusztán robotok, és... Á, mondjuk van néhány érdekes elképzelés ezekkel kapcsolatban is, amiket mostanság olvasok, hogy a mesterséges intelligencia, és mi van, hogyha az ember pusztán azzal a céllal jött létre, hogy egy lépcsőfok legyen, hogy létrehozza a mesterséges intelligenciát az univerzumban. És lehet, hogy azért nem lépnek velünk kapcsolatba az űrlények, mert nem is űrlények, hanem mesterséges intelligenciák kint. Az univerzum ki tudja melyik részén. És lehet, hogy azt várják, hogy egy hasonló vegye fel velük a kapcsolatot esetleg, és stb. Lehet, hogy mi csak légypiszkok vagyunk. Ha persze, azok is vagyunk. Kikapcsoljuk, deaktiválás. Túl érzékeny érzékelők, semmi több, mondja. Majd mindjárt megtudom, amikor leérek oda, kisbarátom. Lol. Falról pattam vissza. Tetszik ezek ellen ez a fegyú. Nem szoktuk használni, de most tényleg van értelme. Nem lehet, hogy Sven tolta meg. Á, biztos nem. Nézzük, hová vezet ez a járat. Egészen jól néz ki amúgy. Most ilyen Oblivionra gondolsz? Hogy érted? Ez nem, ahol ez, ez nem lesz az. Drags, nulla, nem lesz az. Hiba eltávolítva, nagyon jó.
Közben nézzük ezeket is. Stern. Aha, abban már van egy. Akkor lehet, hogy a... Green. Abban is egy darab van hasonlóság. Visszajöttek a próbák, akkor a Began, azaz Began ajtónyitás következik. Megvan. Enélkül gondolom nem mehetünk volna át. Oda bent van egy-kettő enemy, és csak egy ajtón mehetünk át. Mi lenne, hogyha valaki... Harc érintkezés. Oké, nem Móki, bocs, Sven, mi a szart művelsz? Pica! Eddig jó. Soha nem gondoltam volna, hogy ezeket az ilyen fegyverrel kell nyomatni, de hát így most már más nem is fogok használni soha. Nem minden Slocum Joe rendelkezik nagy föld alatti alagútrendszerrel, készülj fel rá. Titkos védelmi hírszerző ügynökség laborba fogunk bejutni egy olyan helyre, amit hivatalosan soha nem is létezett, úgy hívták, hogy központ. A prototípus az intézmény központjában van elzárva. Mennyi technikai dokumentum van itt? Ezért valaki még jó pénzt fog nekünk fizetni, nem? Játékrakéta. Wow. Itt is van technikai. Az érzékelő modult elvisszük. Főzőállomás. Na hát, de régen nem használtunk ilyesmit. Nem főzünk a karaktereknek kb. Soha. Vigyázz már, Sven, kérlek, nézd mennyi minden van itt. Szalmapárnák, azt a... Mi történik, ha meg zsebtolva jólnánk Deacon? Van egy PC. Heti jelentés. Megjöttek a szeptemberi számok. 38-asnak mozgalmas hónapja volt, a forgalom 18%-kal növekedett, annak ennél csak félig volt kitakarítva. Beindítottuk a tábornok rohadt tojás hadműveletét. Tartsátok vissza a lélegzeteteket a lift felé haladva. Ha valaki említi a Buzz By terméket, játszatok a hülyét, a hét kínált termékei a mánával és a krémmel töltött finomságok voltak. A polgármester csütörtökön bent volt a sajtó jelenlétében, hogyha a barátok család kérdezi, éppen az alaksorban voltatok a raktár részegen, ezért lemaradtatok róla. Szombaton volt egy óriási vihar, ami kiütötte az egyik transformátort, egész blokk áram nélkül maradt 4 órára. A műszakban lévőket értesítettük, amit másnak tudnia kell, az, hogy szállítmányozási részekbe volt zárva az egész idő alatt, volt egy fánkos buli. Ne feledjétek, terelni, minél kevesebb információt adtok meg, annál kevésbé fognak megfogni vele. Bizalmas, ne terjesz, bizalmas. Indukás, push jelentés. Szükségünk van minden információra, amit meg tud szerezni a TPN 03-as ismeretlen adásról. Hum int, sig int, bármi. Nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek a fontosságát napi jelentésekkel, amint talál valami értékeltőt futassak. Halloween csapás. A műszak után meglátogatjuk Antoine-t egy valódi Halloween partira, jelmezekkel, minden egyébbel, civilek is részt vehetnek rajta, vannak olyan, valaki olyan is, akit két szerint kedvelni fogsz, garantáltan nem csali ügynök. Ki kell mozdulnod, ez egy kemény megbízatás, mindannyiunk számára ne engedj, hogy ezek az adatvesztők elkapjanak. Jó, ez itt tényleg egy ilyen titkos föld alatti mi társaság volt már akkor is, amikor még rendben voltak a dolgok ezek szerint. De mivel foglalkozhattak? Szintekkel bizonyos, hogy nem, ugye? Tehát valami mással kellett, hogy foglalkozzon akkoriban a Railroad. Jaj, ne! Erőpáncélból ki kell lépni. Annyira beleszoktunk már, beleizzadtunk már, a szagunkkal tele van. Available? Nem. Disgusted. 2. Hát... Currently, na így jobb lesz, igen. DEFCON állapot 2077-ben. 2077. október 23. haditengerészet csendes óceáni flottájával jelenti 3 azonosítottan alá merült objektum észlelését Kalifornia partjainál, ajánlott a vezérkar értesítése. 2077. október 23. légierő ismeretlen repülő század valószínűleg kínaiak megjelenését észleli a Bering szoros felett nagy magasságban. 913 integrált hadműveleti atomészelő rendszer 4 valószínű kilövést jelent. A NORAD megerősíti a nukleáris
rakéták indítását 4 perccel később. 9.26 hitelesített parancs, válaszforgatókönyv MXCN91 ismétlés, MXC91 támadás megerősítve Pennsylvania New York-kal szemben offline. Hát ez lehetett az, amikor ugye elsötétült minden, az archívum pedig mit mutat? Sérült adatbázist. Valószínűleg kínaiak a Bering szorosnál. És akkor azok meg, akik tenger alatt járól jöttek, lehet, hogy az is nukleáris lövedékeket bocsájtotta Egyesült Államokra. És itt mi lesz ez? Micsoda? Én a WC-re is páncélban megyek. Persze, countries, patrolled, agreement, extremely, involving, vaporite, outsiders. Tényleg nem lesz meg? Renovated, na mondom, optikai drótakadály irányítása, deaktiválás. És azt hol láttuk az optikai drótakadályt? Én nem láttam. Na, szép ez a páncél, most mondd meg, nézd meg, hát nem gyönyörű, de ronda ez a szint viszont, arrohat minden itt. Nézd milyen szép. Na menjünk már is, nézzük, hogy mit sikerült itt kinyitnunk. Optikai drótakadály. Van egy Tesla tekercs. Ó, hogy ezt? Ez száloptikás cucc, ugye? Lehet, hogy aktiválnom kellene? Már hogy a száloptikát ki lehet szedni belőle. Előbb észleltek valahogy, mint ahogy a lopakodást be tudtam volna vinni. Érdekes volt. Technikai dokumentum. Itt hallunk valakit az ajtó másik oldalán. Mielőtt oda bemennénk, megnézzük még, hogy mit találunk azért itt. Lopakodó képesség, érdekes, azt mondja a robot. Hát az én robotom nem annyira rejtőzködött, hogyha jól hallom, már meg is nyomtam, hogy meg... Ezt a fegyvernek számít? Fogalmam nincs. Elméletileg annak kellene. Szerintem annak kell számítania. Itt egy jet. Bostoni kürt. Az elnevezés alapján legalábbis mindenképpen. Taktikai Tesla puska. Tehát igen, annak kell lennie. Jól működik ezekkel szemben, nagyon is. Csak nem egy raktárszoba. Ez is vajazó késsel benne. Gauss, nem próbáltad? De próbáltam, de annyira nem. Nem jött be nekem. Na, van is betéve valahova ide egy. Itt van. Meg lehet próbálni, csak kevesebb a munícióm jóval. Hát ezekben meg ilyen 1000 fölötti. Úgyhogy inkább ezt használnám, hogyha abból van 100, ebből meg 1400, akkor értető módon inkább ezt meríteném. Meg ráadásul jól is működik a szintekkel szemben, úgyhogy. Itt azért vannak irányok, megnézzük ezt. Ez a kutatás és fejlesztés, R&D. Tök durva, hogy beállnak a bábuk közé. És nehezen szúrod ki, hogy melyik az. Hogy lő, hogy nyomja. Egy automatron? Nem. Nem. Van bent valami, ami a szenzor anomáliákról beszél hozzánk. Itt lehet itt bent találni. Minden irányt megnézek. Uti a Gauss-t. Itt van. Ez az. Terminál szükséges ennek a nyitásához, a biztonsági ajtóhoz. De azt szeretnéd, hogyha el is sütnénk valamire? Sugárzás védő ruhák. Ez kell nekünk, hogy lemenjünk oda a délre, nem? Azt hiszem, hogy otthon egyet tartok már belőle. Gázmaszk, védőszemüveggel, inkább elviszem magammal. Sose lehet az ember biztos, hogy mikor lesz erre még szükség.
Nyert lemerül egy Fusion Core, még jó, hogy van nálunk még 73-a mellett. Gazdaságos csodaragasztó. Azt a... Jó, tehát ott megyünk be majd, azért előtte még átnézzük ezt is. Úgy néz ki, hogy itt nincsenek rossz arcúak, de... Ezeket az ajtókat ki kéne nyitni. Szekció jelentés. A PAG előny már gyümölcsöző projekt. Külföldi ügynökök jelentik, hogy a Pascal incidens után alkalmazott korrekciók a tajvani régióban már nagyban stabilizálták a dolgokat. A PAG MAC-kódjának első néhány változata nagymértékben javította a program hatékonyságát, de drasztikus közbelépés nélkül hamarosan nem javulhat tovább. A csoport a támogatás duplázását kéri a következő üzleti évre. További fejlett adatbázisokkal háromszorosára növelhetjük a PAG számítási teljesítményét. Továbbá pedig a PAG előny számára szükséges teljes hozzáféréssel rendelkeznie minden katonai polgári megfigyelő berendezés, az ennek a kettőnek a kombinációjával előnyhöz juthatunk a kínaiakkal szemben. Ez ami hírszerzés és egyéb lehetett mentett leírva, vagy micsodák jelentések. PAG futasd a Szovjetunió-Kína támadás forgatókönyvet feldolgozás. Kérdés, milyen célt keres a képviselő ebben az elméleti tényállásban? Hódítás, programfutatása? Válasza nem követhető logikusan. Egy ideális első atomcsapás forgatókönyv az amerikai nukleáris arzenál 59%-át éppen hagyná egy ellencsapás indítására. Állítás, nem hódíthatod meg, ami elpusztult. PAG. Senki képviselő nem mindig logikus, nem fog mindig logikus döntéseket hozni, ezt már tisztáztuk. Figyelmeztetés, emberi változékonyság nagyon hibás statisztikai modellt eredményez. Futtasd a programot, figyelem visszakapcsolás, fenébe elvesztettük kapcsolat, de megvannak a naplóbejegyzések erről az összeomlásról. Leszedik a gépet, hogy a hódítás esemény, tehát hogy hogyan működne ez. Ez mondjuk egy tök érdekes dolog, tetszik. Hogy a szuper számítógép hogyan számolja ki a valószínűség számítás alapján, hogy mi fog történni egy ilyen eseményben. Meg tudod ismételni a tábornoknak, amit nekem mondtál? Állítás. A kínai lopakodó technológia jóval meghaladja a mi képességeinket. Állítás. A kínai hírszerzési berendezések képesek nagyobb kutatási műveletek elrejtésére az amerikai ügynökségek elől. Következtetés, 91% esély van arra, hogy a kínaiak nagy léptékű kísérleteket folytatnak a lopakodó technológiák területén. Nagyméretű, ezt hogy érti, mik a képességeik? A jelenleg folyó, ezt a technológiát érintő amerikai projektek, például álcainas, jelentős léptékben a zsákmányolt, helyi GUI öltözékek vizsgálatából táplálkoznak. Ennek a technológiának a tudományos alapja ismeretlen, tehát az elméleti határok is ismeretlenek. Azonban az úgynevezett szellemflotta, amelyet az A-31 és a B-19 jelentett novemberben, azt jelenteti, hogy merülésre képes hajókon végeznek teszteléseket. Szentséges Isten úgy gondolja, hogy lopakodó tengeralattjáróik vannak? Egy másodrendű megközelítés kétes eredményű. Magyarázat. Ezen feltételezések logikai láncolata túl sok változót tartalmaz. További adatok szükségesek, szóval még csak becslést sem tud adni. Gép per ember interfészn állítva. Sajnálom uram, hát még dolgozunk néhány hibáján, a PAG elég makacsá válik, amikor túl sokat kellene találgatnia. Hát ez csak egy gép. Minden újabb verzióval egyre mókásabb. Kizárt dolog, hogy vezérkar elé állok ezzel a lopakodó tengeralattjáró baromsággal, hogyha nincs bizonyítékom rá. Teljességgel hihetetlen belegondolni, hogy a kínaiak valami ilyen nagy dolgon ügyködnek, és nem hallottunk róla még semmit. Semmilyen értékeltő hírszerzésünk nem jött ki a Shaanxi provinciából már 3,1 éve. Azonban ez a provincia rengeteg bonyolult polimert és egyéb szintetikus komponenst importált. A szóban forgó mennyiség makroszintű kutatásokat feltételez a lopakodó technológiák kutatásában. Amíg nem ad valami konkrétabbat, egy átkozott szót sem akarok erről hallani többé. Aha. Melyik oldalról töltötted a magyarítást? A magyarítások.hu oldalról. Minden oldal, vagy minden magyarítást csak is és kizárólag onnan töltök. Én nem is tudom, hogy van másik oldal, ami azzal foglalkozik. Semmi más nem használnék. Ennyire egyszerű. Magyarítások.hu. Hajrá, hajrá! Hivatalos jelentés itt is van. Menj, húzd ki a kábeleket. Megvan. Hogy áll az adatintegrálás? Integritás, nem tudhatjuk, amíg belemindítjuk. Gép per ember interfész indítása, Jézusom, működik. A számok jónak tűnnek. A térezen pontjának analízise megkezdődött. Tényleg oda benn van, el sem hiszem, hogy ezt csináljuk. Azok után, ami júliusban történt, azt hallottam, hogy lehet, hogy átküldik a Fehér Házba. Értékelés befejeződött. Üdvözletem, Dr. May és Dr. Ramarijan. Interfész kétségtelenül működik. Ha ő futatja, láttad, hogy hány ciklusban használta Malcolm?
Mutasd az elsődleges funkciót. Defcon jelenleg 3-as. Annak esélye, hogy riasztási szint ebben a hónapban növekedni fog 12%. Globális stabilitás növekedése érdekében különféle részletes stratégiákat kell alkalmazni. Mutatom a táborokkal, hogy a PLG be van üzemelve. Aha. Érdekes. Érdekes cucc ez. Tetszett, ami itt zajlik. Szuper számítógép. Ez valahol szerintem itt lesz az alapja is ezeknek a szinteknek. A gép Monster, soha nem hallottam még erről. Az milyen oldal? Cargo 0, Butch 1, Close 0, Trace 0. Eddig semmi. A quest lesz az. Ezt már nyomtam? Szerintem nem nyomtam még, de szerintem a quest lesz az. Hogyha a bucsban volt, akkor szerintem csak az lehet még. Tényleg nincs több izé, amit megnyomhatnék. Quest! Mondtam, hogy az! 980 CD-nél még egy. Mi? Nagyon jó minőségben. Bármilyen játék megjelenik, kb. 3 évvel kész a teljes magyarítás. Ja, hát jó, hát AI által. Ó, nem. Inkább magam magyarítok egy játékot, de AI magyarítás nem. Biztos, hogy nem. Rühellem őket, annyira tönkre tesznek egy... Ugye, hogyha egy sztorit akarsz megismerni, és mondjuk nincsenek nyelvi szkígyeid, tehát nem tudsz angolul hozzá, akkor szerintem totál félre is vihet esetleg a sok baromsággal. Egyáltalán nem rossz az AI magyarítás. Ah, tudom. Múltkor láttam egy párat, volt szerencsém a BG3-ban. Mármint, hogy más játszotta, nem én. Hát olyan nevetségesen szar volt, hogy iszonyat. Hát lassú, persze, hogyha embert csinálja, de azért mégiscsak... Hát azért mégiscsak jobb. Biztos, hogy nem használnék ilyen... De megértem, hogyha valakinek tényleg, tehát hogyha nincs más megoldása... Megértem, hogy valaki inkább ahhoz fordul, csak bármi legyen, csak értsen belőle valamennyit. Itt voltunk, erre elfordultunk, azt kinyitottuk, és ez itt pedig csak egy exit volna. De teljesen? Nem. Ott volt a Gauss. Meglepően jó az oldal. Én hiszek neked. Én mindent elhiszek. Csak azt nem, hogy az AI magyarítások jók lennének. Lehet mondani, legalább megért az ember. Végé első részét szótára ölembe játszottam németesként. Kb. 2 szót értettem bele magamtól. A fúziós mag ott van hagyva. A lopakodó damage meg lett tolva szépen. Meg hogyha feltöltöttük volna, persze még magasabbat is mehetett, vagy lövetett volna. Nem mondta, hogy ez... Nem, én nem mondtam, hogy nem szedi. Én azt mondtam, hogy tized annyi lőszerünk sincs, mint ebbe a Teslába, és onnantól kezdve pedig amiatt nem használjuk, tudod. Erről beszéltem csupán. És akkor itt volt az ajtó, amivel tovább kellett menni. Aha. Azt hittem, az a sárga az, ami fontos lesz, de nem. Terminál hozzáférhetetlen? Valahol van egy terminál. Hát itt van, de miért hozzáférhetetlen? Ja, ki kell szállni, ugye? Nem. Hey. Go check that out. Vizsgáld meg ezt a terminált, Plash. Az automatronom lehet, hogy ki tudja nyitni. Check it out. Nem, ne sem szarja. Akkor lehet, hogy Deaconnel kell beszélnünk. Ha jelve kijutunk, garantálom, hogy vasút alapanyag vagy. Jó, de nézd csak, oda nem tudunk bemenni. Központ, mennyi emlék van itt? Jó, értem, nem gondoltam volna, hogy újra látni fogja ezt a helyet. És akkor mégsem mehetünk be ide. Leszarsz.
Hát de akkor... Hogy lesz ez? Tök jó itt a zene lent, ez tetszik nekem. Lehet, hogy egy másik terminál adja meg a bejutási lehetőséget majd. Ezt már itt megnéztük egyszer. Lehet, hogy egy ilyen PC-vel kell itt... Nem. PC? Hát ez inkább valami nagy ipari gépezet lehetett annó. És ha innen nézed, akkor balra lent van. Ott lent. Ez a lift, az pedig elmegy innen. De nem már, most bebugoltunk volna. Biztos, hogy meg lehet valahogy csinálni. És itt megy egy kábel például. Nem, a kábel sem segít. Lehet, hogy mozognia kellene Deaconnek, de nem teszi. Szerintem neki kellene kinyitnia. Lehet, hogy be kell öltöznöm sugárzásvédelmibe, és csak akkor enged be? Hát ez rohadt furcsa. F5 mentés, F9 visszatöltés. Na, jó, oké, szerencsére csak bebugolt, valamiért meg volt ott állva. De nagy mák volt ez. Dr. Carrington beszél közben. Azt mondja, nyitva van. Itt a sor vége. Kapcsolt be az áramot a lifthez. Nem, az end of the line az azt jelenti, hogy végállomás. Nem az, hogy sor vége. Jaj, Sunset Joy! Csutogott Tominak nem sikerült. Úgy halt meg, hogy a titkainkat védte. Ami biztos odaadta volna a kézi ágyúját. Ne engedd, hogy megzavarjon a mérete. Ó, kézi ágyúk méretével én már egészen a nagyig. Na szóval, fegyver elfogadása. Kösz. Kaptunk egy kézbesítőt. Fejlesztett VATS találati esély. 25%-kal kevesebb akciópont költség. Ez még az is lehet, hogy egy tök jó 10 mm-es lesz később. Ez tetszik. Vedd el Carrington prototípusát, add át Desdemónának, már is beenged a csodás csapatunk berkeibe. Melyiket, az iguánát nyárson? Nem, amúgy itt kell, hogy legyen. Álcainasok, Carrington prototípus, ez lesz az, ami neki kell, aha. Van egy lift a hol a végében, jóval könnyebbnek kell lennie a harcnak aknamező ezen oldalán, És akkor most már mehetünk is, gondolom. Pontosan ahhoz a lifthez, amit az előbb láttunk már. És megtisztítottuk az utat is ide hozzá. Ez mi volt? Ez a lift nem működik. Liftet villanyáramra csatlakoztatni. Lehet, hogy kikapcsoltam az automatizált védelmet is innen. Oké, mehet, készen állunk. Most már működni fog. Megyünk fel, lopakodva. Az evolúció nem gépekhez kötődik, az augmentáció. Igen. Ez most hogyan jön? Vagy hogy jött ide? Vagy hogy van ez? Könyves szekrény kinyitása. Ide reagáltál éppen. Itt már jártunk, emlékeztek? Még néztük is, hogy itt van egy lift, ami nem akart itt működésbe lépni nekünk. Szerintem vagy 50 órával ezelőtt lehetett, még a játék elején voltunk valahol. És akkor a nemzetközösségbe, hogyha kimegyünk, akkor szemben itt leszek a szintek. Az ágyban alvás teljesen visszatölti az életerőd és meggyógyítja a megbénított testrészeidet. Wow. Menedék lakó túlélő kalauz kiadvány 9678-as. Igen! Hallottuk a sípolást. Ellenséges szenzoradatok? Hol mondod? Hogy szétesett? Jaj, várjál, itt nem is van valaki. Köszönj, várjál, Géza. Meg honnan jönnek, onnan alulról?
Lehet, hogy Sven veri őket éppen szét. Jézusom. Szerintem ez csak Sven lehet. Ekkora pusztítást csak ő képes okozni. Menjünk lefele, nem felfele kellett majd jönni onnan. Az ott egy taposó akne, szerintem Deacon állott és éppen húzza a belét, nem baj. Az hátszázás mestere, nem a harc mestere, ugye? Hát most már így járt, nem kellett volna nagy balhékba mennie. Deacon, mi van veled? Megszereztük, amiért jöttünk. Váljunk szét, találkozunk a katakombáknál. El tudsz odáig menni egyáltalán? Megérte ez az egész? Annyit tudok, hogy Dez engedélyezte a műveletet, remélem, hogy nem valami új kávéfőző miatt kellett átmennünk az egészen. Na viszlát? Hát azt én is rohadtul remélem, jaja. És akkor kitisztítottuk a környéket. Áááá, király! Mondtam én, hogy jártunk már itt a hiper-szuper piacnál. Nem vagyunk annyira messzire, látod a... Amikor itt a játékot elkezdtük és elkezdtünk itt felfedezgetni ebben az irányban, akkor viszonylag hamar eljöttünk ide, tehát tényleg úgy volt, ahogy emlékeztem rá. Na, hát idáig jöttünk a mai epizódokban. Szerintem marha jó volt a mai móka és kacagás. Megint egy jó 5,5 órát sikerült beletenni a játékba. Felfedeztük a Tök Metal 95-ös menedéket is. Meg a Summerville-i földterületnek is megtisztítottuk itt a Suffolk megyei magániskolát. Tüzérpláza volt az első rész, meg ez a terület a mai második, a 95-ös menedék, a Summerville-i földterület. Megszereztük az aranyszöcskét, voltunk jó szomszédságban, voltunk itt a öregészeki templomban, ahol teljesen véletlenül sikerült ráakadnunk arra a frakcióra, amire mondtam, hogy valahol itt kell lennie, mert sejtettem, hogyha itt van az a sína földön, akkor azzal van összefüggésben. Ugye már több küldetés, többször ránéztünk arra a küldire, amit itt kellett volna megcsinálni. Királyság. Még el kellene majd menni ide a Kingsporti világító toronyhoz, de itt úgy emlékszem, hogy itt valami erőteljesebb kihívások várnak ránk itt ezen a felén jobbra fent a térképnek. Trupmajorság. Hát ezeket meg fel kéne tápolnom, ezeket a területeket offline. Meg kéne csinálni itt ezeknek is, itt lent. Meg volt még egy-kettő, ugye a Warwick tanyán sem jártunk még. Hát gondolom ezek is csatlakozni akarnak, az egyetem megálló is kellene. Láttunk egy csomó területet még itt belül is. Hát voltak itt még részek, amiket soha nem találtunk meg. Ezeket is alaposabban át kellene nézni. Itt ez a terület teljesen ki van hagyva, itt a nehéz teherpályaudvarok fölötti Szentháromság torony, meg ilyenek, tudod, ez például tök nincsen megtisztítva szintén. Harci zóna, aztán megtisztítva, két ott csatlakozott hozzánk, Boyston Club, ott már nem hiszem, hogy bármi volna, nem mindegyik helyen, ami nincs megtisztítva, van még valami, hanem teljesen szimplán van egy csomó olyan hely. Az Oberland állomáson kell beszélni a telepesekkel, miért mi van ott? Van néhány hely, ami csak úgy van. És mondjuk kilútolhatod a megtisztítás, tehát hogyha nem rendelkezik el, mivel akkor nem értelmezhető. Itt van egy... Nagy bajban vagyunk, talán te segíthetnél. Miért, mi van? Polgárőrség küldött, hogy segíthetek? Átkozott zöldbőrűek, a szupermutáncsok, amikor erre jönnek elfutni vagy elrejtőzni, felzabáltak mindent, amit tudnak. Többit elpusztítják, ha valahogy is meglepnek minket, mindegyen meghalunk. Nem élhetünk tovább, így kérek, segítened kell nekünk, jó? Azok már el vannak intézve. Komolyan? Hát ez nagyszerű hír. Úgy döntöttünk, hogy támogatjuk a polgárőrséget. El is hittem úgy. Ez tök jó volt. Mostantól ők velünk vannak. Nem, amúgy tényleg megcsináltuk már nekik, amit meg kellett, úgyhogy gondolom, emiatt nem küldtek vissza. Preston Garvey meg majd örömmel fogadja a híreket, hogy azt a hát kajak, izé... Megint csatlakoztak valakik, és akkor az Oberdorfer állomás az mostantól a miénk, meg oda is kellene majd felhúzni védelmet, meg ágyakat, meg mindeneket. Szerintem egy csomó kacat, ami a zsebünkben van, tovább kellene vinni ezeknek a feltápolására, mivel nem igazán lesz olyan a játékban, hogy összekötjük ezeket egy nagy képzeltbeli kereskedő vonallal. A perk táblázatban azt hiszem, hogy már nincs pont elosztatlan, ugye? Nem. Alkudozási képességeid mesterfokozaton, kedvezőbb beladási bigyulák, hát... Nem. Majd meg kell nézni, hogy melyik skillekkel menjünk. Én még mindig a Luck Tree-t
részesíteném előnyben, de az is igaz, hogy tök jó volt most így a egy-kettő damage pontot is kiosztogatni, hogy valamit láthassunk így emelkedni. Tök jó volt a mai előrehaladás, remélem, hogy tetszett nektek is, és remélem, hogy szeretitek ezt a játszást is, és hogy még a maradékát végig fogjátok nézni velem. Én mindenféleképpen végig szeretném játszani, mert egy marha jó kis kitaláció, meg jó sztorik vannak, meg ma is két innek a sztoria, például tök jó volt annak a helynek, ott a 95-ös menedéknek, ahol voltunk, ott nekem nagyon tetszett. Na, hát innen megyünk tovább. Legközelebb majd nemzetközösségből, lehet, hogy megcsinálom ezeknek a... mondjad már a... Mi volt a neve annak? Őszkert fölött volt valahol, ugye? Az Oberland állomásnak, meg a... Somerville földterületnek, a Northhagen partnak, ezeknek mind meg kéne. Krupp-majorságnak, úristen, hát itt van vagy négy hely, öt hely is lehet akár, amit meg kéne erősíteni, fel kéne tápolni. Lehet, hogyha nem nyúlsz hozzájuk, hanem csak így hagyod őket, akkor ennyi. Nem hiszem, hogy sokkal, tehát hogy sokat tesz hozzá, hogyha mindent megerősítesz. Az inkább csak ilyen, nem tudom, szórakozásból, különböző terepadottságok mellett feltápolhatod a védelmet. Néha meg visszaverik a támadásokat maguknak is. Na mindegy, menjünk már is. Nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, aki itt volt velünk. Hogyha szeretnétek a csatornánkat menti és ki van kapcsolva. Ne, de hát most mentettem, nem? Hát ha más nem, akkor legalább egy autószévet még beteszek, biztos, amit tudni. Hogyha szeretnétek támogatni csatornánkat, hogy fennmaradhassunk és mindenféle menci játékkal játszhassunk ki testénként, van egy csomó minden linkek, például tök menő patronusnak lenni. A patronusok ma is kaptak tőlem egy ilyen kis betekintést, az előbb tettem ki a szünetben, hogy milyen bögre lesz, szerintem rohadt menő a bögrénk. Nekem nagyon tetszik, amit Dark eddig csinált, nézzétek meg ti is, hogyha esetleg kíváncsiak vagytok. Szerintem nagyon jó. Szóval ja, van egy csomó link ehhez, lent a vodok leírásában, hogyha valaki esetleg az élőket követi, a pannerek között is talál módszert arra, hogy hogyan támogathatna bennünket ahhoz, hogy itt lehessünk minden este. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, köszönöm a patronusainknak a támogatásokat, Szilalkának, Barkatának, Oldmurklának, Feketereteknek, Suzinak, Johnzutyinak, Pukibubinak, Dorcsicnak, Sajtostejfölösnek, Velkornak, Bradacsbének és Bekkának, Zsoltbének, Banyegnek, Lódernek, Goremnek, K. Péternek, Joninak, Istinek, Zsószinak, Gévincinek, Foltinak, Vitamin SC-nek, Grundárnak és Dark Dónnak, HB217-nek, Kat81-nek, Darknak, Devtornak, Vegabékának, Dominiknek, Spektrának, Intercizának, Peki Petrának, Zsocnak, Jaranzúnak, Trilobitának, Ször Lófinak, Korinak, Kolkernek, Simon G-nek, Kismarcinak, Árengárnak, Esztibornak, Engábornak, Babhercegnek, Haxorznak, Vordamnak, Sesannak, Nabu95-nek, Benesannak, Zsé Istvánnak, köszönöm szépen Sarumunnak, a titokzatos 50-nek, köszönöm YouTube-os támogatóinknak is, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek és Bucsernek, vigyázzatok magatokra, megnézzünk még egy filmet a Discordon, jók legyetek és jó éjszakát! Ciao.